kívánok, Bábos Ferenc vagyok, estünk házigazdája. Szeretettel köszöntöm az Attila Nagy Király Hotel baráti kör megjelent tagjait és a leendő készült filmünk nézőit is. Ma este egy nagyon nagyszerű vendégünk van, ősrégi hagyományőrző, zenész, író, Szent Korona szakrálitását kutató barátunk, Vitéz Wesztergál Miklós úr. Az apropó, hogy összejöttünk, ugye, hogy a második könyve jelent meg, de hát kezdjük az elsővel. Az első könyve volt a Szent Korona tanhoz, az első lépcsőfok. Ez csodálatos könyvecske volt, és utána úgy döntött Miklós, hogy megírja a második részét, amit most fog bemutatni, mintegy két órában, a szakrális királysághoz. Ez a címet kapta a második lépcsőfok, ezt fogja ma bemutatni, és ma arról beszéltünk, hogy ez egy trilógia is lesz, és meg fogja valószínűleg csinálni a harmadik részét, a magyar apostoli királyokat, ugye Szent István, Szent László, Szent Imre, az apostoli kereszt, a kettős kereszt, és hát tehát az apostoli történetet, és amit Szent István ugye felajánlott Szűz Máriának. Hát nagyon szépen köszönöm, Miklós, hogy eljöttünk, és felkérlek, hogy tartsd meg előadásodat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm Ferenc barátomnak a meghívását, és külön köszönöm a második könyvemhez való támogatását is, amit kaptam tőle. És nagyon nagy örömmel jöttem ide Attila Hotelbe, hiszen sokszor jártam már itt más rendezvényeken is. Wesztergál Miklós vagyok, és hát általában az országban tárogatósként ismernek, és valóban járom az országot, rengeteg rendezvényen vagyok ott, és igyekszem a tárogatót megszólaltatni és bemutatni embereknek. Hát úgy gondolom, hogy most is eljátszanák egy dallamot, mielőtt hozzáfognék az előadáshoz. Egy olyan dallamot szeretnék játszani, ami talán úgy lelkileg is felkészít bennünket az elmondottakhoz. Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország. Szépen köszönöm. Hát tulajdonképpen hogy is született a könyv?
Ezelőtt 6-7 évvel megszületett az első könyvem, az első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, és jártam az országot, előadásokat, könyvbemutatókat tartottam, és egyik helyen egy barátom szervezte, és mondta, amikor ott voltam, te Miklós, unják már az emberek a könyvbemutatókat, legyen egy interaktív beszélgetés. Nagyszerű, éppen szerettem volna kipróbálni ezt is. Bemutatott, és akkor mondtam, hogy akkor beszélgessünk a történelmi alkotmányunkról, a Szent Korona tanról. Erre felordított az egész társaság, hogy micsoda, az a szemét Szent Istvánról akarok én beszélni, aki eladta az országot, kizsákmányolta, tönkretette, megölte a tártosokat, a rovásírást. Hú, ha mondom, ez érdekes beszélgetés lesz. Mondtam, hogy kicsit lassítsunk. Micsoda, még én ezt megkérdőjelezem? Nem, barátom, megcáfolom. És akkor láttam, hogy melyik a vezérhangja, mondtam, megengedsz egy pár kérdést, hogy föltegyek? Persze. Föltettem neki 5-6 egyszerű logikailag fölépített kérdést, tehát nem dogmai kérdéseket, hanem csak egyszerűen logikára fölépített kérdést, és egyikre se tudott felelni. Látod, barátom, nem voltál ott. Te most olyan dolgokat szajkózol, amit valaki a füledbe rakott, mint bogarat, ami egyébként könnyen elfogadható dolog, de hogyha végig gondolod, ez teljes képtelenség, tehát ennek így nem történhetett, mert akkor mi már nem léteznénk. Na, a lényeg az, hogy egy fél órát küzdöttünk egymással, aztán feladtam, mert abszolút semmi. Én bármit kérdezhettem, bármit mondhattam őt, az nem érdekelte, ő csak mondta magáét. És akkor összetett kézzel ültem az asztal mögött, és hallgattam, hogy überelik egymást, hogy mennyire gonosz és mennyire rossz, és a zsidó kereszténységgel mindent tönkretettünk. És akkor elgondolkodtam azon, hogy nagyon nagy baj van. Ugyanis ezek az emberek két kézzel verik a mellüket, hogy én vagyok a magyar, és gyűlöli a saját fajtáját. Tehát az őseink bennük élnek tovább. Hogyha gyűlöljük az őseinket, akkor önmagunkat gyűlöljük, tehát ez teljesen úgy gondolom, hogy logikus dolog. És akkor eldöntöttem, hogy na, ezt az egész Szent Istváni kérdést valahogy akkor még mélyebben ebbe bele kell menni, és akkor itt megkeresni az okokat és a válaszokat, mert így ez biztos nem így volt, mint ahogy ezt ma nagyon sokan mondják. És hát elkezdtem beleásni magamat, és akkor mondom, hozzá fogok írni, elindulok egy irányból, és akkor majd szépen fölépítem a többit, közben előadásokat hallgatok, könyveket olvasok, utána nézek dolgoknak. És egyszer csak jött egy gondolat, hogy ez így nem jó. Jó, akkor kezdjük máshonnan, elkezdtem egy másik irányból ugyanígy, és egy pár oldal után megint jött egy gondolat, hogy ez nem jó. Na, nézzünk oda, nem találom a cserépkáját. Hát, jó, hát akkor leírom a Szent Korona tant, hiszen úgyis az az alapja, akkor elindulok abból az irányból, és arra építem föl a többi mondani valót. Leírtam röviden a Szent Korona tant, erre bedöglött a laptopom, elvitték javítani, és visszakaptam üresen. Húha, akkor mondtam, most meg kell állni, mert itt valami nagyon nem jó. Hát én, hogyha nagyon tanástalan szoktam lenni valamiben, akkor megkérdem a föntieket, hogy ugyan segíts már, hogy például most mi lenne a cserépkája, tehát miért nem tudok elindulni, tehát mi az a pont, ahonnan el kellene indulnom. És én olyankor azt szektem, lekönyökölök az asztalra, és hagyom a gondolataimat szabadon kószálni, nem kötődöm a gondolatokhoz, és egyszer csak megjelenik egy olyan kristálytiszta és egyértelmű gondolat, amit pontosan tudom, hogy ez nem az enyém. És az a gondolat mindig tiszta, mindig egyértelmű, és mindig jó irányba vezet. És itt is megjött ez a gondolat, az ego. Micsoda az ego? Hát hogy jön ez a könyv témájához? Elgondolkodtam rajta, és rájöttem, hogy hoppá. Hát én egy egoista embernek teljesen mindegy, hogy mit írok, ugyanis az ego ki fogja verni a könyvet a kezéből. Ha az ego megérzi, hogy veszélyben van az eddigi tudása, és most valami olyasmivel találkozik, ami több, mint amit eddig ő tudott, akkor rögtön úgy vélekezik, hogy nem kell az neked, nincs arra időd, nem foglalkozzál vele, tudod te azt, amit tudnod kell. Hát akkor azt mondtam, jó, és az első fejezetnek az a cím, hogy mi az ego. És bemutatom a kedves olvasónak, hogy tulajdonképpen mi alapján hozza meg a döntéseit, kik irányítják a gondolatait, ezt hogyan teszik, milyen módszerekkel, mi a céljuk.
Hát, ha valaki nagyon magas egót növesztett magának, akkor az valószínűleg fájni fog. De úgy gondolom, hogy valóban ez az alapja mindennek. Tulajdonképpen mi is az ego? Az ego az az összegyűjtött információknak a tömege, ami alapján döntéseket hozunk. Tehát ez arról szól, amit itt most a földi életünkben összegyűjtünk, különböző tudásokat, iskola, óvoda, a médiák legfontosabban, számítógép, politikai pártok, tehát internet. Tehát gyakorlatilag honnan tudjuk ma a tudásunkat megszerezni. Természetesen van még egy keskeny út, amit nagyon nehezen működik ma már, amikor a szülőktől, a nagyszülőktől és olyan ismerősöktől szerezzük a tudást, akire úgymond fölnézünk és érezzük azt, hogy innen most pozitív dolgok jönnek, de a legtöbbször sajnos a televíziók, és most bocsánatot kérek a televízió képviselőitől, természetesen ők is tudják, mire gondolok. Tehát leginkább a közszolgálati médiák azok, amik az embereknek a tudatát irányítják. Hiszen a magyar ember úgy van fölépítve, hogy ha valamit hall és érzi, hogy na ez biztos nem igaz, akkor nem. De mikor harmadszor egymás után hallja ugyanazt, akkor már elfogadja. És ezt pontosan tudják azok, akik a háttérből, a médiákon keresztül, pszichológusok által irányítva kapjuk azt a folyamatos tudatrombolást, és mi vagy ők adják az eddigi tudásunkat, pontosan tudják, hogy azt a tudást hogyan lehet manipulálni és félrevezetni. Tehát mindenféle állinformációkkal vagy részinformációkkal egészen más irányba terelni, mint amerre valóban kellene, hogy tartson. Tehát tulajdonképpen, mint ahogy nagyon sok gyerekrajz is mutatja, hogy az emberkének a vállán ül egy kis ördög, szarvacskával, kisvillával, farkincával, és suttogja a fülébe azt, hogy mi a legjobb neked. Tulajdonképpen az egót ezzel is lehetne hasonlítani, ugyanis az ego mindig a legjobbat, és a legtöbbet, és a legkönnyebben szeretné a gazdájának. Ez teljesen természetes dolog, na de úgy gondolom, hogy mindennek, nem csak ahogy mondják, az éremnek két oldala van, tehát mindennek minimum kettő, több is, de legalább két oldala kell, hogy legyen. Úgy gondolom, hogyha létezik az ego, akkor létezik ott a másik vállunkon is valaki, aki glóriával van ábrázolva és szárnyai vannak, tehát magyarán szólva a kis angyal. Aki viszont azt sútogja, hogy mi lenne jó mindenkinek. Nem csak neked, hanem másoknak is. És tulajdonképpen ez a kettősség, ez a dualitás az, amire nagyon sok mindent föl lehet vezetni, és sokkal érthetőbbé válik. Tehát a könyvemben egy csomó ilyen duálpárt felsorolok, igazság, gazság, rabság, szabadság, stb. Férfi, nő, nagyon sok mindent el lehet mondani, és a szeretet és a gyűlölet. És a szeretetet is tulajdonképpen kétfelé lehetne bontani. Ugyanis létezik egy önző és egy önzetlen szeretet. Ma sajnos az a kettő dolog teljesen összemosódik, hiszen ezt akarják elérni azok, akik osztják az észt nekünk, hogy ne vegyük észre a kettő közti különbséget. De én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag szinte mindent az dönt el, hogy önző vagy önzetlen szeretet alapján gondolkozunk. Az önző szeretet az azt jelenti, hogy nekem, vagy mondjuk a családomnak, vagy a saját fajtámnak jó legyen, és az összes többit egy alantas szerepbe tartolom, tehát kiemelem magam a többi ember közül, és csak az a fontos, ami nekem, vagy a saját érdekközösségemnek mondjuk így jó. Ezt úgy nevezik, hogy kettős mérce alkalmazása. És ezt mindenféle isteni parancsokkal lehet szentesíteni, hogy nekem jogom van ehhez, mert én nekem ez a küldetésem. Ez az önző szeretet. És van az önzetlen szeretet, aki nem mérlegel, hanem ad. Gondolkodás nélkül, számítások nélkül. Egyszerűen van nekem, akkor adok. És amikor neked lesz, akkor te is adsz. Na most én úgy gondolom, hogy ez az igazán a magyar gondolkodásmód, és hogyha a történelmünket végignézzük az egészen a legkorábbi időktől, amire csak vissza tudunk tekinteni, a magyarságot mindig az önzetlen szeretete az, ami irányította. És tulajdonképpen, ha elolvassuk az Új Szövetséget, tehát Jézusnak a tanításait, az első szótól az utolsóig mindig az önzetlen szeretetről beszélt. Lehet, hogy kicsit merész dolog, amit mondok, de nyugodtan kimerem jelenteni, hogy a magyarság Jézus tanítványa. A magyarságnak az a feladata, hogy azt az üzenetet, amit Jézus nekünk akkor átadott, azt tovább vigyük és fenntartsuk.
és az önzetlen szeretet alapján. Ha valaki kettős mércét alkalmaz, az már messze nem a jézusi gondolatok által gondolkodik és él. Mik az önzetlen szeretetnek a jellemzői? Tehát az együttérzés, az alázat, a hála, a segítő szándék, a megbocsátás, a békesség, és talán az egyik kulcsszó az alázat. Most egy erős egóval rendelkező ember megőrül ezektől a gondolatoktól, hiszen ezt egy gyengeségnek tartja, egy jellegtelen, gyönge, ezt el lehet taposni, ez nem ér semmit. De hogyha végig gondoljuk azt, hogy tehát ő azt gondolja, hogy ha kapok egy pofont, akkor nagyobb pofont kell visszaadni, hogy elmenjen a másiknak a kedve attól, hogy pofaszkodjunk. Viszont ez soha nem fog megváltozni, ha így gondolkodunk, ugyanis egy negatív erőt, negatív energiával soha nem lehet megszüntetni, csak erősíteni. Tehát nem véletlenül mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket. Ugyanis, ha nem a felém irányuló rosszat nem rosszal viszonzom, hanem jóval, akkor a másik oldal lefagy, hogy ez most miért nem úgy teszi, mint ahogy én gondolom. És tulajdonképpen csak a megbocsátás az, amin keresztül egy rosszat semlegesíteni lehet. Ha nem bocsátom meg az ellenségemnek sose azt, amit tett, akkor az örök élet érvényű marad, és az mindenkinek a pusztulását okozza. Tehát most ebben nem akarok, könyvemben ebben sok minden, nagyon sok mindenről beszélek, most nem akarok erről nagyon sokat beszélni, de nagyon fontos lenne az, hogy fölismerjük azt, hogy mi alapján hozzuk a döntéseinket, és ha ezt már fölismertük, akkor azt is fölismerjük, hogy ezt ki okozza, miért, milyen szándékból. És attól kezdve már tudjuk a saját tudatunkat gyakorolni, hiszen mindent a tudat dönt el. Az ellenségeink nem a pénzünkre van szüksége, hát ők gyártják, annyi van nekik, amennyit akarnak. A tudatunkra van szüksége, hogy mi ne vegyük észre azt, hogy ők mit tesznek, törődjünk bele, kicsik vagyunk, jelentéktelenek vagyunk, úgy se tehetünk semmit, és akkor gyakorlatilag a rossz hatalma fog az egész világ fölött elhatalmasodni. Ehhez már sajnos nagyon közel járnak, de éppen én úgy gondolom, hogy ez a magyarság küldetése, hogy ez ne történhessen meg, és nagyon sokat fogok majd erről a gondolatról még elmondani. A következő fejezetnek az a címe, hogy miért szent a Szent Korona. Ma a tudományos körök teljes erővel azon küzdenek, hogy a Szent Korona az nem is létezik, nincs is, ez a fogalom se ismert. Tehát ez csak egy fantázia, ez csak kitaláltuk, ilyen nincs. Hát, hogyha valaki megismeri a magyar történelmet, akkor nagyon sok érdekes dolgot fog tapasztalni. Tehát én 10 pontban leírtam, hogy miért szent a Szent Korona. Az első talán az, mert ezt az őseink így tudták. De most, hogyha az őseink több ezer év óta így gondoltak rá, és így tudták, akkor nekem nincs jogom ezt megkérdőjelezni. Ezt ábrázolták a pénzünkön, a címerünkön, mindenütt, hogy két angyal fogja a Szent Koronát az egyesített magyar címer pajzs fölött. Nem véletlenül az őseink tudták, hogy ez Szent Koronát Isten küldte, és angyalok hozták a magyarság számára egy meghatározott feladattal. Na ez a feladat az, ami nagyon fontos lenne. Csak a Szent Koronával való koronázást számított érvényesnek Magyarországon, tehát ha a királyt bármi máson megkoronázták, azt a magyar nemzet nem fogadta el, hiszen önmagában a magyar nemzet koronázza meg a királyt. Tehát nem a királynak van országa, hanem az országnak van királya. Ez egy egészen furcsa és fordított gondolkodás, és éppen ez jelenti az egyik kulcsát is a magyarság létének. Tehát nálunk a nemzet koronázza meg a királyt, és hogyha nem a Szent Koronával van megkoronázva, akkor ez érvénytelen. És erre nagyon-nagyon érdekes példákat lehetne fölhozni. Tehát például az egyik ilyen példa, 1301-ben úgymond férfiágon kial a nem Árpádház, ők soha nem nevezték magukat Árpádháznak, hanem Turul nemzetségnek. Tehát férfiágon úgymond kial a Turulház, és egy 10 évig tartó harcok kezdődnek, hogy ki legyen a következő király. Közben két királyt meg is koronáznak, de a nemzet nem fogadja el. A pápa ide küldi Károly Róbertet, aki leányágon szintén Árpádházi volt, hogy őt koronázzák meg magyar királyá.
De a koronát nem tudják megszerezni, ezért a pápa azt mondja, hogy jó, hát a Szent Koronát nem tudjuk megszerezni, akkor majd én átruházom a pápai hatalmamnál fogva a Szent Korona szentségét egy másik koronára, és azzal megkoronázzák Károly Róbertet, és ő a király. Valószínűleg a nemzet mondta a pápának, hogy ezzel kár próbálkozni, de ezt végrehajtotta a pápa, és a magyar nemzet nem fogadta el ezt a koronázást. Aztán a következő pápa szintén még egyszer ugyanezt végrehajtotta, és a nemzet nem fogadta el azt a koronázást, majd mikor harmadszorra sikerült megszerezniük a Szent Koronát, és avval koronázták meg Károly Róbertet, attól kezdve számított magyar királynak. Ez nagyon-nagyon érdekes, és erre még vissza fogok térni erre a történetre. A Szent Korona zárt korona, tehát keresztpántok által zárt korona, ami azt jelenti, hogy semmilyen földi hatalmat nem fogad el maga fölött. Tehát senki nem szólhat bele Magyarország belügyeibe, erre egy nagyon szép latin mondat van, Hungária semper libera, Magyarország örökké szabad. És nem csak hogy földi hatalom, hanem egyházi hatalom sem szólhat bele Magyarország ügyeibe. Na és ettől kezdve már nagyon-nagyon érdekes a gondolat. Hiszen amikor visszaküldte második Szilveszter pápa a koronát a magyarság számára, akkor azt mondta, hogy én apostoli vagyok, ő azonban valódi apostol az érdemei szerint, hiszen mennyi népet térített meg általa. Tehát gyakorlatilag ezzel a pápa elismerte azt, hogy a magyar apostol király fölötte áll a pápa hatalmának. És éppen ez volt az előző történetnek is a második mondani valója, hogy a mi kétszer két pápa lenyelte azt a békát, hogy ő nem rendelkezhet a Szent Korona fölött. Magyarországon a magyar király volt az egyház vezetője. A pápa soha nem szólhatott bele Magyarországon az egyházi ügyekbe, egész Európában a pápa nevezte ki a főpapokat, Magyarországon csak jóváhagyta azt, amit a magyar király döntött. És tulajdonképpen miért is volt ez? Latinban kétféle módon fejezi ki a szent kifejezést, vagy úgy, hogy sancta, vagy úgy, hogy sakra. A sancta azt jelenti, hogy a pápa szenté avat valamit vagy valakit, attól kezdve ezt az előszót kapja, és szentként tekint rá a katolikus egyház. A sakra kifejezés viszont azt jelenti, hogy a pápának ehhez semmi köze nincs, ez önmagában isteni és önmagában szent. Tehát nem a pápa avatja szenté, hanem maga a teremtő Jóisten. És a magyar Szent Koronát soha nem írták másképp, mint Hungária Sacra Korona. És tulajdonképpen innen indul a szakrális kifejezés, ugyanis miközben írtam a könyvet, többen nekem estek, hogy lehet ilyen kifejezéssel címet adni, nem értik az emberek, ez nem jó. Valóban kevesen ismerik ennek a kifejezésnek az értelmét, viszont ezt nem lehet másképp kifejezni. Tehát csak úgy lehet, csak azt lehet mondani, hogy szakrális korona, tehát szakrális korona, mert ez jelenti azt, hogy közvetlen a Teremtő Jóistenhez kapcsolódik. Egyébként a magyar apostoli királynak pápa választáskor is vétójoga van, egyedül a világon, és investitúra joga van. Ez az investitúra azt jelenti, hogy az egyházi irányítás is az ő kezében van. Tehát nagyon sok, még római császárok is hatalmas harcot, investitúra harcot, hogy ők vezethessék az egyházat, soha senki nem kapta meg, ez kizárólag csak az apostoli magyar királynak jár, aki a Szent Koronán keresztül közvetlen kapcsolatba kerül a Teremtő Jóistennel. Tehát a Szent Korona tulajdonképpen egy szövetség a Teremtő Jóisten és a magyarság között. És a Szent Korona a Teremtő Jóisten földi képviselete. Itt a Földön is, akit ezzel úgy koronáznak meg, ahogy ezt hivatalosan kell, az közvetlen kapcsolatba kerül a Teremtő Jóistennel. Nyugodtan mondhatom, hogy Európában sem egyetlen király még csak meg sem közelítette ezt. Tehát éppen ezért mondom, hogy érdemes utána gondolni, hogy a magyarságnak valószínűleg valami nagyon kevény és nagyon határozott küldetése van, amit a Szent Korona képvisel. Tehát Szent István halála előtt, amikor látta, hogy az egyetlen fiát, akit trónörökösként nevelt föl, az a, hát szerintem valószínűleg kétlábú vatkan megölte, akkor halála előtt az országot
az egész ország területét és az egész ország lakosságát a Szent Koronán keresztül fölajánlotta Nagyboldogasszonynak, akit ő egyesített a szűzanya a személyével. Tehát így egyesítette a régi hitünket, a nem új hitünkkel, hiszen ez teljesen ferde kifejezés. Nagyon érdekes dolog az, hogy most milyen vallás is volt előtte a magyarságnak és utána. Tehát Szent István felajánlotta örökségül a koronát a szűzanyának, és ez egy meghatározott helyen és időben, tehát a pilisi Nagyboldogasszony templomban is augusztus 15-én, tehát Nagyboldogasszony napján történt, ami egy elfogadott szerződéssé vált, aminek az egyik fele égi személy, tehát ettől kezdve földi személy ezt a szerződést felül nem írhatja. Ez azt jelenti, hogy teljesen mindegy, hogy Magyarországnak van-e tényleges királya, vagy nincs, mert örökös égi királynője van, és ez a szerződés fölülírhatatlan. Tehát ma is királyság Magyarország hivatalos államformája, és ma is az ősi történelmi alkotmányunk van érvényben, csak sajnos ezt ma nagyon kevesen ismerik, és egyáltalán nem használják a feletteseink. Tehát Mátyás pontosan tudta, hogy ő az utolsó szakrális király. Egy gondolatot elfelejtettem. Ma úgy tanítják a történelmünket, hogy Szent István előtt a pogányság, Szent István után a királyság, vagy a kereszténység. És én ezt úgy gondolom, hogy teljesen rossz és félre magyarázott gondolkodás. Én úgy gondolom, minimum három részre kellene bontani a történelmünket ahhoz, hogy érthető legyen. Szent István előtt a szakrális fejedelemség, Szent Istvántól Mátyásig a szakrális királyság, és Mátyás után a nem szakrális királyság. Na most, ha az utóbbi kettőt olvasztjuk össze, akkor teljesen érthetetlenné válik az egész történelmünk, hiszen a kettő a tűz és víz. Az akkora különbség körülbelül, mint a zsidó és a keresztény vallás. Tehát nem az utóbbi kettőt, hanem az előző kettőt kellene megkeresni a párhuzamot, és akkor fogunk rájönni arra, hogy a magyarságnak mi is a feladata és a küldetése. Tehát visszatérve, Mátyás volt az utolsó szakrális királyunk, ő pontosan tudta, hogy utána már nem magyar nyelvű és magyar szívű királyok fognak következni. Éppen ezért nagyon megnyírbálta a királyi jogokat, és a nemzet ennek nagyon fölemelte a jogait és a kötelezettségeit, tehát teljesen egyensúlyba hozta ezt a kettőt, hogy ha ellenséges király uralkodik az országban, akkor se lehessen tönkretenni ezt az egész szakralitást. És tulajdonképpen, amit addig a szakrális király képviselt, az attól kezdve áthárult magára a Szent Koronára, mint élő, akarattal bíró jogi személy, és a Szent Korona volt az ország legmagasabb rangú alanya. Tehát a király nem volt uralkodó az országban, mert a legmagasabb szint, hatalmi szinten maga a Szent Korona szerepelt. Na, erről majd később még bővenben beszélek. Tehát tulajdonképpen, tehát Mátyás a szakrális királynak a jogait áthárította a Szent Koronára, és azóta a Szent Korona képviseli magát az egész szakrális királyságot. A könyvemben föltettem egy kérdést, hogy szükségünk van-e hitre. És úgy gondolom, hogy nagyon, de nagyon nagy szükségünk van hitre, hiszen a hit adja meg mindennek az alapját. Egy nagyon jó barátomat kérdeztem, hogy magyarázd el, mi az, hogy hit. Ő azt mondta, hogy a hit az a teremtő atyai szeretetbe vetett bizalom. És tulajdonképpen elgondolkodva tényleg azt mondtam, hogy valóban. Tehát hiszek abban, hogy van fölöttem egy teremtő erő. Egyébként képtelenség lenne, hogy a világ működne, hogyha ezt valaki nem teremtette, nem álmodta volna meg. Hát anélkül, hogy valaki megtervez valamit, úgy semmit nem lehet megcsinálni. Tehát egyértelmű, hogy valakinek lel kell lennie, aki tervezte és irányítja ezt a világot. Bár az irányítást a szabad akarattal ránk hagyta, na ezért vagyunk most ebben a helyzetben, mint ahol most vagyunk. Tehát akinek van hite, az tudja azt, hogy felettünk van egy teremtő erő, aki biztos, hogy nekem nem akar rosszat. És ha ez van, akkor tudom, hogy nem vagyok egyedül, hiszen ott áll mellettem és segít akkor, amikor bajba kerülök. Ez egy hatalmas erőt és lélekerőt tud adni az embernek, és keresztül tudja vinni azt, amit eltervezett, mert tudja, hogy segít valaki rajtam. Nem vagyok egyedül.
Most annak, akinek nincs hite, az mindig egyedül érzi magát, és azokat az embereket lehet igazán félelemben tartani. Jézus számtalanszor mondta, hogy ne féljetek. Hiszen ha valakit félelemben tudnak tartani, attól kezdve már manipulálható és irányítható a tudata. Az, aki nem fél, azt nem lehet befolyásolni. Az tudja, hogy mit akar, és azt végre fogja hajtani. Aki félelemben él, az pedig mindig próbál igazodni a könnyebbhez, vagy amerről fúj a szél, és akkor hát majd akkor most ezt így kell tenni, akkor ezt így csináljuk, és elveszíti az öntudatát. Erre egy nagyon egyszerű példa, tehát az 56 után Magyarországon nagyon-nagyon sok embert vittek el, és miután jó alaposan megverték, akkor azt mondták, hogy itt egy papír, és ezt írd alá. Ami tudta az, hogy vád volt egy másik ártatlan emberre, és azt is tudta, hogy ha nem írja alá, akkor megölik. Ha aláírja, akkor meg elgondolkodott, hogy most mi lesz. Na most, ha valakinek nincs hite, akkor azt mondja, hogy hát kényszerítenek, nem tehetek semmit, nem akarok meghalni, élni szeretnék, a családomat fel kell nevelni, ugyebár hát akkor nem tehetek mást, aláírom, és egyébként is attól kezdve meg lesz az egzisztenciám, haladok előre létrán, jó jövedelmem lesz, és különben is kényszerítettek. Viszont ha valakinek van hite, és van elképzelése arról, hogy mit szeretne, az mosolyogva azt mondja a hóhérnek, hogy nem. És abban a pillanatban mind a ketten tudták, hogy ő győzött. Mert megölheti, agyonverheti, de nem győzte le. Tehát hitre óriási szükségünk volna, mert akinek nincs hite, az sodródik. Az mindig abba az irányba próbál menni, amerre könnyebb. És mint ahogy Jézus mondja, ne a széles úton járjatok. Az a romlásba visz. Keressétek meg azt a keskeny utat. Az visz. Na ez a keskeny út, én úgy gondolom az, ami a hithez tartozik. Szent Ágoston egy nagyon szép mondatot mond. A hit azt jelenti, hogy az ember elhiszi azt, amit még nem lát. És ennek a hitnek a jutalma az, hogy látni fogja azt, amiben hisz. Én nagyon szeretném, hogyha sok ember nyerné vissza a hitét, mert ezt a harcot, amit ránk mértek, ezt csak hittel lehet végigcsinálni. Nem véletlenül, például egy példa. 20. században két olyan európai uralkodó volt, aki egyben az egyház és egyben a földi élet irányításával is bírt. Az egyik az orosz cár, és a másik a szakrális magyar király. Hol vezették be a kommunizmust először? Ebben a két országban. Nem véletlenül. Kirobbantották a világháborút, hogy a zavarosban lehet ugyebár halászni. Az gondolkodó és a tudatos réteg kiment a frontra harcolni, akik otthon maradt, azokat pedig ideológiával teljesen át lehetett mosni, és be lehetett vezetni a teljesen vallás ellenes gondolkodásmódot. Az ellenségeink tudják, hogy mitől félnek, mi nem tudjuk, mi van a kezünkben, ez a baj. A Szent Korona tanról szól a következő fejezet. Ezt megpróbálom nagyon röviden elmondani, bár ez nagyon nehéz, mert erről napokat lehetne mesélni. De először is egy fogalomról, az alkotmányról. Mit jelent az alkotmány? Az alkotmány az egy olyan jogrend, ami az egész ország életét, gondolkodását, törvényeit irányítja. Most kétféle alkotmány létezik, az egyik a szokásjogokon alapuló alkotmány, a másik az írott, úgynevezett kartális alkotmány. A szokásjogokon alapuló alkotmánynak az a lényege, hogy az őseink valamikor egyszer nagyon régen leültek, és összegyűjtötték azokat a jogokat, törvényeket, kötelezettségeket, amik kipróbált és beváltak voltak. És hangsúlyozom, kipróbált és bevált. Tehát nem ott találták ki, hanem már visszamenőleg nézték, hogy na ez, igen, ez a mi érdekünket szolgálja. És ezt egyszer lerögzítették. És attól kezdve ez bármikor rugalmasan fejleszthető, korszerűsíthető, de mindig a már meglevők szellemiségének megfelelően. Tehát olyan törvény nem épülhet bele, ami tönkreteszi a kipróbált és bevált törvényeket. Természetesen a kor szelleme mindig hozza magával az újításokat, a korszerűsítéseket, de mindig a már meglevők szellemiségének megfelelően. A másik, az írott, az úgynevezett kartális alkotmány, ez pedig arról szól, hogy egy adott hatalom szakít a szokásjogokkal, és vagy kitalál, vagy idegenből kölcsönöz egy másik alkotmányt. És attól kezdve az egész országnak azt kell betartania.
Na most ezzel az alkotmánnyal nagyon sok probléma van. Ugyanis az íratlan alkotmányt azt mindenki a lelkében hordta. Tehát azt nem kellett leírni, hiszen az magától értetődő természetesség volt, és ennek talán a morál lehetne igazán is az erkölcs az alapja, aminek az a lényege, hogy nem teszek a másikkal olyat, ami nekem is rosszul esne. Én úgy gondolom, ezt ennyire egyszerűen el lehet mondani. Viszont az írott alkotmány az úgy működik, hogy mindent aprólékosan és pontosan jogilag körülhatárolva leírnak, hogy mit nem szabad. Most az általam mélységesen megvetett liberalizmusnak ez a lényege, hogy mindent szabad, amit nem tiltanak. Tehát, hogyha bármilyen körmönfont módon meg tudod kerülni ezeket a törvényeket, akkor azt nyugodtan megteheted, hiszen ha nem tiltják, akkor az szabad. Tehát pontosan látszik, hogy ebben az alkotmányban az összes erkölcs azonnal száműzve van. Tehát nem számít semmi, az a lényeg, hogy te egyénileg tudjál érvényesülni, gátlástalanul, az egód alapján. És még egy nagyon rossz pontja van az írott alkotmánynak, az, hogy mindig a legutolsó törvény van élvényben. Tehát a régi törvények semmire nem irányítják a következő törvényeket, hogy milyen irányban fejlődjön, hanem az adott hatalom, amilyen törvényt hoz, ha az ellentétes a régivel, akkor mindig a legújabb van érvényben. Tehát magyarán szólva minden hatalom be tudja betorozni a saját hatalmát, és gátlástalanul és ellenőrizhetetlenül. Hiszen olyan törvényeket hoz, amilyet akar, és attól kezdve mindenkinek ezt kell betartania. Tehát Európában két szokásjogokon alapuló alkotmány van, a magyar és az angol. Hát az angol szánalmasan gyenge és vérszegény a magyarhoz képest, de az is ebbe a kategóriába tartozik. Egyébként az izraeli alkotmány is ugyanebbe a kategóriába tartozik. Csak az nem európai. És akkor tulajdonképpen ma is érvényben van a szokásjogokon alapuló alkotmány, na és akkor röviden, tehát ez a vérszerződés volt az első pontja, amit akkor lerögzítettek. Utána következett Szent Istvánnak az intelmei, amit a fiához írt, majd 1222-ben az aranybulla, 1514-ben Verbőci foglalja össze az addigi szokásjogokat, 1848-ban a Pozsonyi Országgyűlésnek nagyon nagy korszakalkotó törvényei voltak, 1867-ben volt a kiegyezés, és 1920-ban állították utoljára helyre a jogfolytonosságot, a Szent Koronatant, tehát ennek a történelmi alkotmánynak a jogfolytonosságát. Ez 1944. március 19-én a német megszálláskor megszakadt, és azóta ezt még senki nem állította helyre. Erről később majd még beszélek. Tehát ma is érvényben van, hiszen hatálytalaníthatatlan, kötelező lenne, és akkor, amikor az orosz katonák elhagyták az országot, akkor kellett volna kötelezően ezt helyreállítani, ám sem akkor, sem azóta senki nem állította ezt helyre. A Szent Korona Tannak az egyik legfontosabb törvénye a szuverenitás. Ígérem, több latin szót nem fogok mondani. Tehát a szuverenitás a korlátlan és megkérdőjelezhetetlen teljhatalmat jelenti, tehát kigyakorolja a hatalmat abban az országban. Az Európában kétféle módon működik, vagy központi, úgynevezett centrális hatalomgyakorlás van, amikor a király egy személyben az egész ország ura, és mindenki fölött áll, és az ő döntései alapján történik az országban minden. Tehát egy személyi teljhatalmú uralkodó, és mindent ő határozza meg az alá fölé rendeltségi viszonyokat. Ez a feudalizmus tulajdonképpen, tehát az összes európai király így működött, kivéve Magyarországon. És a másik a népszuverenitás, amikor pedig a nép választott képviselőkön keresztül gyakorolja a hatalmát. Hát erről később majd beszélni fogok, hogy ez hogyan működik. Ez elméletileg így jó is lenne, csak hát gyakorlatilag Szent Koronatan ezt teljes mértékben kizárja, hiszen a Szent Koronatan, és ez a harmadik út, a Szent Koronatan, amelyik azt mondja, hogy nem a királyi a teljhatalom, nem a népi a teljhatalom, nem a kettői együtt, hanem a teljhatalom a Szent Koronáé, amelyik mindegyik fölött helyezkedik el. És senki nem hoz, egyik oldal sem hozhat úgy törvényt, hogy ezt a másik oldal ne hagyja jóvá. Tehát tulajdonképpen ez az egyetlen módszer arra, hogy a diktátor dolgokat kiküszöböljék az országból. És egyik sem hozhat törvényt a másik jóváhagyása nélkül, és egyik sem törhet a Szent Korona hatalmi magasságában.
Tehát tulajdonképpen ez a valósan megosztott hatalomgyakorlásnak a lényege, ami kizárja a diktatúrát egy országban, hiszen így nem lehet. Tehát az egyik oldal ki akar lengeni, ha nagyobbat szeretne, mint kellene, akkor a másik oldal azt mondja, hogy nem teheted meg, és visszahúzza. Tehát tulajdonképpen ez a Szent Koronatannak az egyik legfontosabb alapelve. Tehát Magyarországon a király csak első az egyenlők között. Ő neki királyi birtokai lehetnek, de az nem az övé, és nem az övé az ország, hiszen az egész ország területe a Szent Koronáé. Hiszen a Szent Korona van a hatalmi csúcson, és nem törhet a Szent Korona hatalmi magasságába, mert akkor a nemzet félreteszi. Gyönyörű példa erre Zsigmond, luxemburgi Zsigmond esete, amikor is már megkoronázott magyar király volt, ő idegenből hozták ezt a királyt, ezért luxemburgi, a magyar királylány Nagy Lajos lányát vette feleségül, megkoronázták magyar királynak, és ő úgy gondolta, hogy ugyanúgy rendelkezik az ország fölött, mint a nyugati kollégái. Erre a magyar nemzet megfogta és bezárta 6 hónapra a siklósi várbörtönbe. Gondolom odaadták neki a törvénytárat is, hogy ne unatkozzon szegénykém egyedül. És mikor 6 hónap múlva kiengedték a törvényes királyukat a börtönből, akkor a király nem bosszút állt, hanem mindenkit külön-külön megjutalmazott és köszönő okleveleket írt nekik, hogy figyelmeztették a kötelezettségére, és attól kezdve az egyik legnagyobb és legerősebb királyunk volt. Ő még német-római császár is volt saját jogon. Tehát nem tudom, 8. Henrik mondjuk Angliában hogy köszönte volna meg ugyanezt a dolgot. Tehát különben, na ebből látszik körülbelül, hogy mik is a hatalmi viszonyok. Tehát, ha a király szembefordul a Szent Korona érdekeivel, akkor a királyt bizony Magyarországon félreállítják. Addig még meg nem tanulja a példájából, hogy ezt hogyan kell tenni. A tulajdonjog. Az őseinket soha nem nevezték föld tulajdonosnak, csak föld birtokosnak. A két fogalom között óriási a különbség, hiszen a tulajdon az minden emberből a legrosszabb tulajdonságokat fogja előhozni, az önzést, az akaratot, a hatalmi vágyat, a nagyobb bírást, hogy én még többet, még többet, még többet, és egy korlátlan, egy egoista ember válik ebből az emberből. Magyarországon csak föld birtokosok voltak, és a birtokos tudja, hogy neki nem csak jogai vannak, hanem kötelezettségei is. Tehát ez, ami most az övé, ez nem az övé, ő nem rendelkezhet fölötte szabadon, hiszen ő ezt az őseitől kapta, és a következő nemzedéknek kell továbbadnia. Ha ő neki jogában van ezt eltékozolni, eladni, tönkretenni, zálogot fölvenni rá, abban a pillanatban mit fog továbbadni a következő nemzedéknek? Akkor a következő nemzedék már csak szolga lehet a saját hazájában. Ezért Magyarországon egyetlen tulajdonos létezik, ő felsége a Szent Korona. Rajta kívül még a királynak is csak birtokjogai voltak. És a birtokosnak korlátozottak a jogai, ugyanis nem adhatja el idegennek. Hoppá, hát itt a magyar földtörvény, nem kell itt kitalálni semmit. Csak magyar ember birtokolhat birtokjogot a Kárpát-medencében. Tulajdonjogot pedig senki. Nem vehet föl rá jelzálogot, hiszen a bank abban a pillanatban tulajdonjogot rak rá, ellehetetleníti, hogy visszafizesd a kölcsöneidet, és visz mindent. Nem csak azt, hanem mindenedet, ami más is van. Egész Európát így hálozta be a monetáris nagyhatalom, és ezért minden az ő kezükben van gyakorlatilag, kivéve Magyarország. Jelenlegi állapotról most ne beszéljünk. Tehát nem vehet föl jelzálogot, nem adhatja el a természet kincseit, hiszen az minden emberé, az a Szent Koronája. Tehát minden, ami a magyar föld alatt, földön és föld felett található érték, természeti erő vagy kincs, a Szent Korona tulajdona, hogy az egész ország jólétét biztosítsa vele. Na ezt szeretném látni, melyik nyugati alkotmányban szerepel. Tehát tehát nem adhatja el a föld kincseit, nem változtathatja meg a föld szerkezetét, és nem szennyezheti a környezetet. Ezekhez csak a tulajdonosnak van joga, a tulajdonos viszont a Szent Korona, és ezeket nem fogja megtenni. Tehát így tudta a Szent Korona megvédeni Magyarország földjét és területét, még a 400 éves Habsburg elnyomás alatt is.
A Habsburgok minden erővel azon dolgoztak, hogy tönkretegyék Magyarországot, tehát ők a Fugger, később Rothschild bankháznak a kinyújtott keze volt, akinek az a legfontosabb célja, hogy a szakrális magyar királyságot eltörölni a földszínéről, mert nem tudják átvenni fölötte a hatalmat. Nem tudták. Addig, amíg szakrális királyaink voltak. És utána sem tudták, ugyanis minden királynak koronázása előtt hitlevelet kell írnia, amit előre elkötelezi magát abba, hogy soha nem fordulhat szembe a Szent Korona jogrendjével. És ugyanerre a koronával a fején esküt kell tennie. Tehát ezt az esküt nem szegheti meg, mert ha ezt megszegi, akkor Jóisten írmagostól fogja eltakarítani őt a földszínéről. Na ezzel és az ellenállási joggal, amiről mindjárt beszélni fog, ezzel tudták kordában tartani még azt a királyt is, akinek semmilyen magyar érdeke nem volt, sőt, abszolút ellenséges érdekei voltak. A jogok és kötelezettségek aránya. Ez azt jelenti, hogy minden ember azonos jogokat, tehát azonos szabadságjogot bír a jogok és kötelezettségek arányában. Mit is jelent ez a kifejezés? Ez azt jelenti, hogyha én teljesítem a kötelezettségeimet, mai szóval mondva adófizető állampolgár vagyok, vagy voltam, ha már nem kötelező a számomra, tehát letettem az asztalra azt, amit le kell tennem, akkor én onnan ugyanúgy, mint az összes többi másik állampolgár, elvehetem azt, ami az enyém. No, de ha valaki még soha nem rakott arra az asztalra semmit, és nem is akar, az mit akar onnan elvenni? Jelen pillanatban Magyarországon egy népcsoportnak csak jogai vannak, egy másik népcsoportnak meg csak kötelezettségei. És ezt nevezik nekünk ma igazságos demokráciának. Tehát, ha teljesítettem a kötelezettségeimet, teljes értékű jogaim vannak. Ha nem teljesítem a kötelezettségeimet, nem kötelező. De abban a pillanatban annak arányában fogják nyírbálni a jogaimat is. Tehát magyarán szóval nehogy az döntse már az ország sorsát, aki még soha nem tett érte semmit. Ugyanakkor, ha túl teljesítem a kötelezettségeimet, akkor többletjogokat kaphatok. Ez volt valamikor a nemesség. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az elosztás ezerszer igazságosabb, mint azt, amit ma nekünk ma demokráciának neveznek. Az ellenállás joga. Ez már a vérszerződésben is benne szerepelt, mint ahogy a megosztott hatalom gyakorlás is már a vérszerződésben szerepel. Az ellenállás joga is szerepel, hiszen a király nem fordulhat szembe ezekkel a pontokkal, és a nép sem fordulhat szembe. Ezt a pontot Szent István nagyon erősen megerősíti, majd az aranybullában kristályosodik ki még jobban az ellenállás jog, ugyanis a 31. az utolsó törvénycikkely azt mondja a király, hogyha valamelyik utódom ellene járna ezeknek a pontoknak, akkor az a nemzetnek joga van ahhoz, hogy a hűtlenség szégyenvallása nélkül ellentmondhassanak és ellenállhassanak mindörökké. Tehát önként lemond az összes utódja nevében arról, hogy valaki szembe helyezkedhessen a Szent Koronával. Na most ez az ellenállási jog volt az, ami, tehát az ellenállási jog, a hitlevél és a királyi eskü, ami mindig biztosította még a Habsburgokat is, hogy legalább látszatra be kell tartaniuk. Mindent elkövettek ellene, szét akarták rombolni, de nem tehettek igazán semmit, mert akkor, amikor valami olyan dolog történt, ami sértette ezeket az érdekeket, a Szent Korona érdekeit, akkor úgymond megszakadt a jogfolytonosság, és az a következő téma a jogfolytonosság. A jogfolytonosság azt jelenti, hogy ha a Szent Korona gyakorolni tudja a megosztott hatalomgyakorlást, akkor törvényes, legitim a hatalomgyakorlás. Ha valami ok megszakítja ezt a kettős hatalomgyakorlást, ez négy ilyen ok lehet, akkor hangsúlyozom ideiglenesen, tehát véglegesen soha, ideiglenesen megszakad a jogfolytonosság, és törvénytelen állapot következik be. Ez a törvénytelen állapot addig tart, amíg a törvénytelen állapotot előidéző ok meg nem szűnik. Amikor ez az ok megszűnik, akkor a nemzet kijelenti a jogfolytonosság helyreállítását, ami azt jelenti, hogy jogilag vissza kell menni az utolsó törvényes napig, ez 1944. március 18-a, hiszen 19-én volt a német megszállás, és a közte hozott összes törvényt egy lendülettel kidobja az ablakon. Mert törvényszegés jogot nem alapoz.
Tehát törvénytelen időben hozott törvények nem lehetnek érvényesek, csak azok esetleg, ha van benne olyan, ami megfelel a Szent Korona jogrendjének. Az benne maradhat. No de szerintem az 2% sem lenne. Tehát ez a jogfolytonosság, ami a német megszállítás, négy oka van, mint ahogy említettem, az egyik az, ha a király nincs megkoronázva a Szent Koronával, ezt ideiglenesen kormányzóval helyettesíteni lehet, hogy törvényes maradjon az állapot, vagy minél gyorsabban meg kell koronázni a következő királyt. Ha a király teljhatalomra próbál törni, ezt nem teheti meg. Ha a nép nevében valaki teljhatalomra próbál törni, tehát jelenlegi demokrácia az pontosan erről szól. Tehát az, amit ma nekünk népszuverenitást gyakoroltatnak, az teljesen törvénytelen állapot Magyarországon, hiszen a nép nevében teljhatalmat gyakorol felettünk valaki. És a negyedik pont az, hogyha ellenséges katonák tartózkodnak az országban. Tehát ez a négy pont ideiglenesen megszakíthatja, amikor megszűnt az megszakadást előidéző ok, akkor vissza kell térni addig a pontig, és újra kezdeni a törvénykezést a már meglevők szellemiségének megfelelően. Tehát ez az a jogfolytonosság helyreállítása, amit nem állítottak helyre, akkor ugyanis a német megszállás szakította meg, amit rögtön követett a szovjet megszállás, és mikor a szovjetek elhagyták az országot, akkor kellett volna az Antal kormánynak kötelezően összehívni egy alkotmányozó nemzetgyűlést, amelyik átveszi az ország fölött az irányítást, és csak a Szent Koronának tartozik elszámolással, és az összes régi törvényt végigvizsgálni, kigerebjézni belőlük azokat, amik nem odavalók. Ám ez sem az akkori kormány, sem azóta egyetlen hatalmon levő kormány nem hajtott végre, ami kimeríti a hűtlenség és hazárulás fogalmát. Erről majd mindjárt beszélek, és még egy pont, ami a Szent Korona tanhoz tartozik, a parlamenti felsőház. Látjuk a parlamentünket, teljesen szimmetrikus épület, középen a kupolacsarnok, ahol most a Szent Koronát őrzik, nem ott van a helye, de ott is jó helyen van, és egyik oldalon a képviselőház, ahol az általunk küldött és az általunk nem küldött képviselők a nevünkben törvényeket hoznak, a másik oldalon pedig egy üres nagyterem, amit a turistáknak mutogatnak pénzért. Ez lenne a parlamenti felsőház helye. És mi lenne a parlamenti felsőház feladata? Az, hogy a parlamenti alsóház által hozott törvényjavaslatokat felülvizsgálják, és ellenőrizzék azt, hogy valóban megfelel-e a Szent Korona alkotmányának. Mert mi történik jelenleg? A nemzeti érdeknek a megfelelően így van. Tehát mi történik ma? Ma megválasztjuk a képviselőinket, akik bemennek a parlament alsóházába, és törvényjavaslatokat hoznak. Most, hogyha valamilyen hatalmi érdekcsoport eléri a kétharmadot, akkor az teljesen szabadon azt tesz, amit akar. Tehát önmaga benyújt törvényjavaslatot, saját maga elfogadja a saját törvényjavaslatát, és törvényerőre emeli. Hát ez mi, hogyha nem diktatúra? Tehát a parlamenti felsőháznak az a feladata, hogy a parlamenti alsóházban kidolgozott törvényjavaslatokat benyújtják a felsőháznak, és a felsőház elbírálja, hogy igen kérem, ott minden egyes ember, aki ott van, külön-külön végigolvassa, igen kérem, ez megfelel a Szent Korona jogrendjének, vagy azt mondja, hogy nem, mert ott meg ott kiskaput akar nyitni, tönkre akarja tenni a Szent Koronatant, és pontos indoklással visszaküldik az alsóháznak újra tárgyalásra. De ez az újratárgyalás azt jelenti, hogy még egyszer ugyanazt nem nyújthatják be. Jelen pillanatban, ha az elnökünk azt mondja, hogy na ez nem jó, és ezt tessék újratárgyalni, de ha másodszorra benyújtják neki szóról-szóra ugyanazt, akkor köteles elfogadni. Hát ez egyszerűen röhely. Tehát a parlamenti felsőháznak ez a szerepe, hogy kiszűrje az összes kriminális elemet. Ugyanis, ha valaki szembe mer fordulni a Szent Korona tannal és benyújtja a felsőháznak ezt a cikkeit, akkor megnézik, hogy igen, ki írta ezt alá? Azonnal megy a parlamentből bíróság elé hazaárulás vádjával. Na ezért nincs nekünk parlamenti felsőházunk. Valahogy ugyanúgy, mint az alkotmányunkat, ezt is elfelejtették helyreállítani. És még egy gondolat, kinek kell a felsőházban szerepelnie? Az egész ország civil érdekeinek a képviselőinek, tehát azok, akik minden civil érdeket lefed, mindenféle civil érdekek, most ezt nem akarom felsorolni, tehát az a lényeg, hogy a parlamenti felsőházban semmilyen párt érdek nem lehet. Semmilyen párt érdek, csak a nemzet érdeke. Tehát a civileknek az érdekei, vármegyék, stb.
az elszakított ország részek képviselőinek, hiszen nekük ott van helyük a parlamentben, az akadémiák vezetőinek, természetesen nem a jelenlegieknek, gondolom ezt nem kell magyaráznom, a történelmi egyházak vezetőinek, természetesen nem a jelenlegieknek, és ezt hangsúlyozom. Tehát akkor, amikor pár évvel ezelőtt mind a három történelmi egyház vezetője megtiltotta a Trianon emléknapján a harangozást, akkor szerintem elég rendesen kimutatták, hogy hova tartoznak. És a közvetlen oda küldött és oda választott képviselőknek kell lenni a parlament felsőházban. Na de ők még nem a legfőbb fórum, ők csak az ellenőrző szerep. Ha ők azt mondják, hogy ez rendben van, akkor megy a következő fórumhoz, az pedig a koronatanács, akik a király körül tanácsadók vagy helyettesítők lennének. Ők is elolvassák ezt a törvényjavaslatot, ők is visszaküldhetik, ha találnak benne bármilyen kifogást, vagy azt mondják, hogy igen, rendben, és megy a legfőső fórumhoz, a királyhoz. Akit egyébként lehet kormányzónak, elnöknek, nádornak, bárminek lehet nevezni, nem az a fontos, hanem az, hogy milyen szerepe van az ország életében. És most szeretném mondani, hogy Isten őrizz attól, hogy királyt kezdjünk választani. Ugyanis abban a pillanatban oszd meg és uralkodj, 8 király jelöltet elénk állítanak, és úgy szétdarabolják az országot, hogy még soha. Nem a király személyét kell helyreállítani, hanem a királyságot, mint államformát. És hogyha a király is azt rábólint erre a törvényjavaslatra, akkor ilyen, három ilyen szűrőn átmenve egészen biztosak lehetünk, hogy az Magyarország érdekeit fogja képviselni. Ezért nincs ma parlamenti felsőházunk. Fogalmakat írtam le a következő fejezetben, most csak egyet szeretnék kiemelni, szeretném mindet elmondani, de nincs rá idő. A hűség. Mit jelent a hűség? Ugyanis a hűség a szakrális királyságnak az alapja. A hűség azt jelenti, hogy nem fordulok szembe a hűség tárgyával. Na most ez általában minden országban a legmagasabb hatalmi szint a király volt, a király személye. Tehát az egész országnak a király személyéhez kellett hűségesnek lennie. Meg a teremtő jó Istenhez természetesen, de szét volt választva. Tehát Magyarországon nem a király személyéhez kellett hűségesnek lennie a magyar embereknek, hiszen nem ő volt a hatalom csúcsán, hanem maga a Szent Korona. Tehát, hogyha valaki, és hangsúlyozom bárki, a legegyszerűbb, legszegényebb parasztember is, ha valamilyen tettel bebizonyította a hűségét a Szent Koronához, és a király erre fölfigyelt, akkor a király birtokjogot és nemesi rangot adott annak az embernek, ami attól kezdve örökké az övé és az utódai volt. Ez utódaié, tehát ezt nem veszíthette el, nem adhatta el. Viszont kétféle módon tudott csak megszabadulni, most idézőjelben teszem a megszabadulni szót, ha nem maradt utódja, akkor ezt magszakadásnak nevezték, a birtok visszaszállt a tulajdonosra a Szent Koronára, és a király egy másik birtokosnak kioszthatta, vagy ha szembe mert valaki fordulni a Szent Korona szellemiségével. Tehát a Szent Korona érdeke és Magyarország érdeke ez egy és ugyanazon kifejezés. Ha valaki szembe mert fordulni a Szent Korona érdekeivel, akkor kimondták rá a hűtlenség és hazaárulás vétkét, aminek a büntetése teljes vagyon és fővesztés volt. Hát én úgy gondolom, hogy elég erősen megfontolandó ez a dolog, hogyha tudom azt, hogyha valamit olyat teszek, amit nem kéne, akkor ezért ki fognak végezni. Tehát, mint ahogy említettem, rendszerváltáskor kellett volna helyreállítani a Szent Koronát, sem akkor, sem azóta egyetlen hatalmon levő kormány nem állította helyre, sőt, egyetlen hangot nem beszél róla, mint ha ez nem is létezne. Tehát nyugodtan kimerem jelenteni, hogy az összes hatalmon lévő kormány kimerítette a hűtlenség és hazaárulás fogalmát. Mert kötelező helyreállítani a Szent Koronatant. A büntetés nem rám tartozik, majd azokra az emberekre, akiknek ez a feladatuk. Ennyire egyszerű lenne megoldani Magyarország problémáját. Csak meg kéne kérdezni a parlamentben levő embereket, hogy kedves barátom, hű voltál a koronához? Nem. Akkor mit keresel itt? Menj haza, és majd várd meg a büntetésedet. És a parlamentet föltölteni olyan képviselőkkel, akik pontosan ismerik a Szent Koronatant, és parlamentbe kerülésükkor hűségesküt tesznek a Szent Korona előtt, hogy soha nem fordulhatnak szembe a Szent Korona érdekeivel, és az utolsó mondatban benne lesz az önként vállal szankció, amit vállal magára, ha mégis megteszi, hogy akkor milyen büntetést érdemel.
Ilyen emberekkel kellene feltölteni a parlamentet, és abban a pillanatban az ország elképzelhetetlen szárnyalásba indulna. Sajnos ezekről a dolgokról nagyon kevés ember tud, és hivatalosan erről soha sem iskolákban, sem médiákban egyetlen szó nem fog elhangzani. Mi a demokrácia? Ma minden áron azt sugallják nekünk, hogy a demokrácia a legjobb dolog a világon, ettől jobbat még nem találtak ki. Hát én azért ezt megkérdőjelezem. Ugyanis, hogy működik a demosz, a népet jelenti, bár szerintem démoszt is jelenthet, ami a sátánt jelenti. Na, lényeg, maradjunk a népnél, tehát a démosz a nép, a kratatia a hatalom, tehát a néphatalom, ezt jelenti a demokrácia. De hogy működik? Hát úgy, hogy azt mondják, hogy a népé a hatalom. De erre mindenki kihúzza magát, hát én vagyok a nép, hát enyém a hatalom, de jó nekem. Na igen, de hogy tudod használni? Hát úgy, hogy látszólag egy napra, 4 évente megkapod ezt a hatalmat, tehát elmehetsz szavazni, és a saját hatalmadat, a néphatalmadat átruházod a képviselődre. Mit jelent ez a szó? Képviselő. Tehát az én képemet viseli a parlamentben. Az én akaratomat viseli a parlamentben. A magyar nyelv az nagyon találó, csak sajnos erre nem tud találni. Tehát, először is kire szavazhatok? Nem a Kovács Jánosra, aki a szomszéd utcában lakik, és egy megbízható, becsületes, tisztességes, nagy tudású ember, arra nem szavazhatok. Arra szavazhatok, amelyik valamelyik párt elém állít. És mindegyik párt gyűlöli az összes többit, mindegyik gyalázza a többieket, hogy lopcsal hazudik, csak én vagyok a tuti, és az a képviselő, akit én odaállítottam, ő a tuti, mindenki más gazember. Csak az a szörnyű, hogy a másik ugyanezt mondja ő róla is. És az a legszörnyűbb, hogy mindegyiknek igaza van. Tehát tulajdonképpen elmegyünk annak a pártnak a gyűlésére, akit kineveztünk magunknak, hogy na ez biztos nekünk tetszik, és ez jó. Végighallgatjuk a gyűlöletkampányt, és attól kezdve gyűlölni fogunk mindenkit. Oszd meg és uralkodj. A legősibb törvény, amivel mindent szét lehet verni. No, tehát leteszem a voksomat egy képviselőre, ő bejut a parlamentbe, vagy nem jut be. Viszont nagyon sokan bejutnak, akiket senki sem szavazott meg, tehát az attól kezdve már érdekes dolog. És elindul a törvényhozás. Na most, ha én látom azt, hogy ezt az én területremről bejutott, mindegy, hogy én szavaztam, vagy nem én szavaztam meg, de az én területremről bejutott képviselő valahogy nem azt képviseli, mint amit én szeretnék, akkor tehetetlen vagyok. Nem hívhatom vissza. Nem adhatok neki tanácsot, nem vonhatom felelősségre, tehát az ég egy adta világon semmit 4 évig nem tehetek vele. Egyetlen dolgot tehetek, hogy 4 év múlva nem ő rászavazok, hanem egy másikra. Akit ugyanúgy nem vonhatok vissza, nem adhatok tanácsot, nem vonhatom felelősségre. Tehát gyakorlatilag az égvilágon semmi közöm nincs a hatalomhoz. A népnek a kezében elméletileg még egy hatalmi ágazat van, ezt úgy hívják, hogy népszavazás. No de azt előre leírták törvénybe, hogy nem lehet kiírni népszavazást az államformáról, az alkotmányról, a választási törvényekről, az államadóságról, a költségvetésről és az államközi szerződésekről. Tehát gyakorlatilag ami az ország életét bármilyen módon befolyásolni tudja, ahhoz nekem semmi jogom nincs. Tehát ezt nevezik ma igazságos demokráciának. Tehát mindent a pénz dönt és a többség. Hogy miért nem jó a többség hatalma, egy nagyon egyszerű példával elmondom. Tehát mindannyian jártunk iskolába, körülbelül voltunk 31 osztályban. Abból mindig volt 4-5 bukdácsoló, meg 4-5 első tanuló, kitűnő tanuló. És az osztály kétharmada pedig az úgymond az közép, a szürke közép. Na most, hogyha ha mennyiség számít a döntéskor, akkor ki fog döntést hozni? A közép. Lehet, hogy a legjobb tudása szerint igyekszik döntést hozni, és ez természetesen ez előlegezhető, de nem biztos, hogy abban a tudati és tudási szinten van, mint azok, akik élenjárók. És akkor, amikor tudjuk, hogy a médián keresztül totálisan befolyásolni tudják a tudatunkat, akkor bizony nem biztos, hogy a legjobb döntést fogjuk meghozni. Tehát, és mindent a pénz irányít. Tehát az összes politikai párt mögött ugyanaz az egyetlen kéz fogja a gyeplőt, a pénz.
és az fog győzni, akinek több pénzt adnak hitelbe. Mert az tud legtöbb időt időzni a választói között, legtöbb óriás plakátot kirakni az út szélére, és az emberek elhiszik, hogy ő a legjobb. Viszont amikor győzött, akkor benyújtják neki a számlát, hogy na barátom, erről a témáról nem beszélhetsz, arról igen, ezt úgyse akartuk végrehajtani, arról megint csönd legyen, arról is csönd legyen. Tehát totálisan a háttér irányítja az egész politikai demokráciát. A különbség csak a pórász hosszában van, hogy az egyik pártnak hosszabb pórászt engednek, hogy kicsit mutasd meg, hogy te vagy a népi és a nemzeti, a másiknak még rövid gyökeres dolgokat írnak elő, hogy legyen választási lehetőség a kettő között. Sajnos az összes politikai párt mögött ugyanaz a kéz fogja a gyeplőt. Ezt gondolom teljesen tisztán látható. És elnézést, hogy ilyen sok rosszat elmondtam, de csak azért mondom el, hogy ismerjük fel a rosszat. Hiszen ha nem ismerjük fel a rosszat, akkor pontosan ugyanaz történik ma is, mint ami a budai vár elfoglalásánál történt. Bejött 15 török, hogy mi csak nézelődünk, mi csak barátok vagyunk, aztán lemészárolták a kapiőrséget, kinyitották a kaput és elfoglalták Budát. Ha nem ismerjük fel az ellenségeinket, akkor mindig ők fognak győzni fölöttünk. És nem véletlenül ellenséget mondok, nem ellenfelet. Ellenfél egy boxmeccsen van, ahol ugyanazon a szabályok szerint kell győzni az egyiknek, amelyik az erősebb, a gyorsabb, vagy a fürgébb, az fog győzni. Viszont akkor, amikor a megsemmisítésünkre törnek, és nem azonos mércével mérnek bennünket, mint önmagukat, akkor ellenségről kell beszélni. És nem akarom őket manifestálni, megjeleníteni, csak ismerjük fel őket. Tehát ezért foglalkoztam ezzel a kérdéssel, és természetesen csak úgy szabad egy ilyen kérdéssel foglalkozni, hogyha a következő gondolatban ott a válasz. Ma rengetegen járják az országot, akik elmondják azt, hogy mi már el vagyunk adósítva, itt mindennek vége, itt már minden le van zsírozva, és jó éjszakát. Tehát beletapos a betonba, és ott hagy. A maradék hitemet is elveszi, hogy itt már úgysem lehet változtatni semmit. Olyankor megkérdezem, hogy ez az ember vajon kinek az érdekeit szolgálja. Tehát én úgy gondolom, hogy erre az összes rosszra tökéletes válasz, és itt van a kezünkben. Itt van a kezünkben, a Szent Korona. Ugyanis nem csak demokrácia létezik a világon, hanem létezik egy másik szó is, amit úgy mondanak, hogy hierarchia. A hieró a szentet jelenti, az archia pedig az uralmat. Tehát a szent uralom, ahol nem alulról jövő kitalált mindenféle törvényekkel szabályoznak, hanem egy isteni gondviselés és a természeti törvények által van irányítva az alkotmány és a gondolkodás. Ez a magyar Szent Koronatan. Tehát tulajdonképpen, ha összehasonlítjuk a demokráciát és a hierarchiát, akkor mind a kettő egy hatalmi háromszög. Fönt a csúcsán van az irányító, alatta az alirányítók, még alirányítók, és alul a szürke tömeg. Csak az nem mindegy, hogy valaki mi alapján jut egyre följebb. Mert a demokráciában a gátlástalanságod és az egód alapján juthatsz egyre magasabb szintre. Minél gátlástalanabb vagy, minél jobban kihasználod a lehetőségeidet, annál magasabb szintre fogsz jutni, és tudva tudod, hogy soha nem fognak felelősségre vonni. A demokráciában senkit semmiért nem lehet felelősségre vonni. Ha pár év múlva mondjuk Merkelt majd számon kérik ezért a migráns özönért, őt nem lehet számon kérni majd ezért. Ez a demokrácia lényege. Mindenki felelőtlenül, teljesen szabadon, de hogy szabadon, a háttér által irányított gondolkodással kell a döntéseit meghoznia. Tehát a demokráciában pedig a tudatod, a tudásod, a beavatottságod, a jó szándékod alapján, az elkötelezettséged alapján tudsz egyre magasabb szintre jutni, és mindig felelősséggel tartozol mindenért. És hogyha nem tudod azt a szintet biztosítani, mert nincs képességed, akkor egy alacsonyabb szintre fogsz visszakerülni. És hogyha képes vagy rá, akkor fogsz tudni egyre magasabb szintre jutni, és még egyszer hangsúlyozom, mindig felelősséggel tartozol a tetteidért. És ami a legfontosabb kérdés, hogy ki van a csúcson. Nyugodtan merem azt mondani, hogy demokráciában maga a sátán, a hierarchiában pedig maga a Teremtő Jóisten. De hogyha hitetlen vagyok, és nem hiszek a Teremtő Jóistenben, és akár tudatosan, akár szándékosan, vagy akár véletlenül is letaszítom onnan, na akkor néz ki a világ úgy, mint ahogy most.
ha nem fogadjuk el a Teremtő Jóisten irányítását, és nem a hierarchia, az isteni rend és a természeti törvények alapján hozzuk a törvényeinket, hanem mindenféle háttérhatalom irányításából, na ez a kettő közti különbség. És a Magyar Szent Korona bebizonyította az évszázadok folyamán folyamatosan, hogy az egyetlen olyan rendszer, amit a Jóisten irányít, nem a sátán. És ez itt van a kezünkben, és ez kötelező lenne helyreállítani. Mi a szakrális királyság alapjai? A legelső szakrális király a Földön Nimród volt. Ezt minden, még a legnagyobb ellenségeink is elismerik, gyűlölik Nimródot, de ők is elismerik, hogy a legnagyobb király és vadász volt az Úr előtt. Tehát közvetlen az Úr előtt. Nimród is az égből kapta a koronáját. Nimródról sajnos keveset tudunk, viszont Attiláról annál többet. Attilát is hol hun, hol magyar királynak nevezték. Na most Attila életén lehet legjobban végigkövetni, hogy mit jelent a szakrális királyság. Attila úgymond leigázta a félvilágot, ezt mondják az ellenségeink. Én úgy fejezném ezt inkább ki, hogy felszabadította testvérnépeinket és leverte a rabszolgatartó társadalmakat. Egyesítette a testvérnépeket, leverte Bizáncot, és nem fosztotta ki. Leverte a rabszolgatartó római társadalmat, a 400 éves rémuralmuknak véget vetett, odament Róma falai alá, és nem fosztotta ki a világ leggazdagabb városát, és nem koronáztatta meg magát császárnak. Na, a nyugati gondolkodásmódban nem létezett volna olyan ember, aki ezt a lehetőséget ne használja ki. Attila odavonult Róma falai elé, megmutatta azt, hogy megtehetném, és visszafordult. Na ez az az erkölcsi magasság, amit nem tudnak az ellenségeink nekünk megbocsátani. Hogy a győzelmét nem kihasználva visszavonul. Mert ők ezt képtelenek, nem is értik, föl se tudják fogni, hogy ezt miért. De ez csak akkor, hogyha valaki a Teremtő Jóistennel kapcsolatban áll. És Attila közvetlen kapcsolatban volt, hiszen ezt minden történet ezt írja le, hogy Róma falai előtt van egy úgynevezett varsói krónika, tehát nem mi írtuk, varsói krónika, ami azt írja, hogy előtte éjszaka Attilának megjelent a hírvivő angyal, Gábriel, és azt mondta, hogy Jézus üzenetét hozom, ne menj haragoddal erre a városra, mert itt nyugszanak az apostolaim csontjai. És hogyha ezt megteszed, akkor a valamelyik utódomtól a te egyik utódod meg fogja kapni az örökös égi koronát. És Attila visszafordult. Ki jött ki Róma falai elé könyörögni Attilának? Leó Róma püspöke. Róma püspöke. És ki ment vissza? Első Leó római pápa. Mi történhetett vajon az ezen a találkozáson? És a döbbenet az, hogy ez a varsói krónika mondja meg a választ. Hiszen azt mondja Jézus, hogy itt nyugszanak apostolaim csontjai. Addig nem tudták, hogy Péter és Pál apostolnak a csontjai merre vannak. Tehát ez az üzenet határozta meg azt, hogy Róma legyen a keresztény egyháznak a központja, hiszen ott vannak az apostoloknak a csontjai. És milyen érdekes, hogy Szent István ezt pontosan tudta, hiszen akkor, amikor ő a koronáért elindította Asztrik érseket, ugyebár egy pogány világból érseket indítottunk, tehát amikor Asztrik érseket elindította Rómába, akkor nem azt a szót használta, hogy kérem, nem azt, hogy visszakérem, nem azt, hogy követelem, hanem azt, hogy visszakövetelem a koronát. Flagitare kifejezés, ez latinban pontosan a visszakövetelést jelenti. Tehát Attila tudta, vagy Szent István tudta az Attilának tett ígéretet, hogy ez a korona most ott van, és ez a magyarság ősi szent koronája. Honnan tudta? Ez nagyon érdekes történet. Egy Szigeti István nevezetű katolikus pap Aachenben, Németországban szolgált, és az elődjétől kapta meg ezt a történetet, de úgy, hogy amíg élek, addig nem mondhatott tovább. És az a történet arról szól, hogy a magyarok keresték a koronát. Tehát ezt a koronát Nagy Károly rabolta el a zavaroktól, és utána a magyarok, amikor visszajöttek, akkor az úgynevezett kalandozások, nem kalandozások voltak, hanem ezek annak ez elrabolt óriási mennyiségű kincsnek, amiből Károly megalapította a német császárságot, mert ő volt ez az első. Tehát
ezeknek a kincseknek a visszaszerzése. És az ellenségeink is azt mondták, hogy a magyarok nem erőszakolták meg a nőket, nem fosztogattak. Az egyházakat járták végig, a kolostorokat és a székesegyházakat, és az elrabolt avar kincseket próbálták visszaszerezni, illetve valószínűleg a Szent Koronát keresték. Ám akkor nem találták meg. István üzenetet küldött nyugatnak, hogy vagy visszaszerzik a magyarok Szent Koronáját, vagy megkeresi. És mivel hogy egész Európában a magyarok voltak a legnagyobb katonai erő, ami létezett, ez valószínűleg eléggé rendesen berezeltek tőle, és megtalálták, milyen érdekes, megtalálták a Szent Koronát. Az áheni altemplomban volt Nagy Károly ülő helyzetben trónuson eltemetve, és a fején volt a korona. Tehát maga harmadik Ottó, a német császár törte fel a padozatot, és ment le érte, és ő hozta fel ezt a koronát, és adta oda, na ettől kezdve nagyon érdekes a történet. A valamikori tanítómesterének, akit úgy neveztek, hogy Gerhard de Aulak, akinek a neve ebben pillanatban már az volt, hogy második Szilveszter pápa. Tehát a pápa volt harmadik Ottónak a nevelője, és a következő gondolat, hát ha Ottót ő nevelte, és Ottó és István együtt nevelkedtek a bajor udvarba, akkor a pápa nevelte fel Szent Istvánt is valamikor. Na ettől kezdve érthető, hogy miért mondta azt, hogy ő az a valódi apostol. Ezt egy látatlan, ismeretlen valakinek biztos nem mondja senki. Tehát Szilveszter volt, aki fölnevelte a gyermek Ottót és a gyermek Istvánt, és ő addigra pápa lett, Ottó megtalálta a koronát odaadta a pápának, mert ha a német császár ad koronát, akkor vazallus állammá válik Magyarország, tehát csak a pápától való korona számít önálló független királyságnak, és a pápa így adta vissza Istvánnak a koronát. Erről a témáról két napig lehetne beszélni, de döbbenet, hogy mit nem tudunk a saját történelmünkről. Tehát a szakrális királyság így az ősi királyság után, tehát mi vagy a legősibb király Nimród, a mi ősapánk volt, tehát ez már önmagában az öröklésben is a miénk, de én mondom, Attila az, aki legjobban bebizonyította ezt, és István volt, aki ezt újra fölvette ezt a labdát, hiszen az Intelmekben azt mondja, hogy a királyi elődök követése a fontos. Hát ha ő volt Magyarország első király, akkor mit akart ő követni? Nem, ő nem az első, hanem a harmadik első királya volt Magyarországnak, és Attila és Nimródnak a gondolatait kellett tovább vezetni. És nagyon érdekes gondolat az is, hogy a Szent Koronán az abroncson szereplő 8 apostol közül 7 kifejezetten szkíta területeken térített. Tehát Jézusnak az első kézből kapott tudását adták az őseinknek. Sőt, Jézus előtt 1000-ben élt Zarathusztra, az szkíta hitélet megújítója, aki pontosan ugyanazt mondta, mint amit később Jézus, hogy mi a jó és a rossz közti különbség. Tehát az őseink már Jézus előtt 1000 évvel is pontosan ugyanazt a szeretett vallást követték, mint amit később Jézus tanított. És pontosan ez a szakrális királyságnak a lényege. A Szent Istváni térítés. Tehát ma azt tanítják nekünk, hogy pogányok voltunk, a paganus egy görög szó, ami azt jelenti, hogy vidéki. Nem azt, hogy istentelen. Tehát még a szó sem azt jelenti, mint amit belemagyaráznak. Na de hogyha megnézzük az Árpád-kori tarsolylemezeket és a honfoglaláskori mellkereszteket, akkor nem mondhatjuk azt, hogy mi nem voltunk keresztények. És ha létezik egy olyan kifejezés, hogy szkíta kereszténység, akkor nekünk az ne lenne semmi közünk. Tehát egészen nem véletlenül mondtam azt, hogy Szent István előtt a szakrális fejedelemség. És Szent István és Mátyás között a szakrális királyság. Tehát akkor is, amikor még nem volt meg a Szent Korona, akkor is ugyanígy gondolkodtak az elődeink, és ugyanezt vezeti Szent István tovább. És tulajdonképpen nagyon egyszerű, hogy hogyan. Szent Istvánnak az Intelmeit, ha valaki végigolvassa, az garantálom a fejét fogja, hogy Úristen, ha miért nem tudok én erről. Olyan elképesztő erkölcsi magasságokat ír le, és azt, hogy hogyan kell vezetni egy szakrális birodalmat. Tehát, ami az előbb, legelején mondtam, hogy ennek a valakinek föltettem pár kérdést, tehát most ez gyorsan végigmondom, és ezek alapján is már látszik, hogy az, ahogy Szent István most gyűlöletként állítják be, az teljes mértékben képtelenség.
Tehát először is azt kérdeztem tőle, hogy milyen nyelven szidott-e Szent Istvánt? Magyarul? No. Még mindig magyar vagy. A második. Ha Szent István kiirtotta volna a tártosokat, mint ahogy mondod, akkor hol volt, hogy még 13. században is voltak tártosperek? Kiirtotta a rovásírásunkat. Eredj ki, barátom, Erdélyben, nézd meg az Árpádházi templomoknak a mennyezetén, mai napig rovásírások vannak. Tehát a templomokban van rovásírás. Hát akkor mit írtott ő ki? Átadta a hatalmat a német lovagoknak, meg a papoknak. Ez nagyon érdekes kérdés, ugyanis a következő királyt, Orszauló Pétert kétszer üzték el az országból, mert magyar ellenes volt. Hát akkor a német lovagok meg a német papok irányították ezt az országot, vagy valóban volt egy királyi tanács, amelyik magyarokból állt, és ők irányították ezt az országot. Lefeküdt a római pápának. A magyar apostoli király fölötte áll rangban a pápának. Hát hogy tudna neki lefeküdni? Lefeküdt a német császárnak. 130 év óta, a pozsonyi csata óta nem merték nyugatról megtámadni Magyarországot. Mikor támadták meg? Szent István ideje alatt. Szent István haddal verte ki a németeket Magyarországról. Hát akkor most ki feküdt le kinek? Tehát ezek az egyszerű kérdések azok, amik teljesen képtelenné teszik azt, aminek ma ezt az egészet beállítják. Az intelmek, most csak átszaladok rajta gyorsan, hogy mégis mik az alapcímei. Az első a katolikus hit megőrzéséről, ami azt mondja, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Ha ezt akár nagyobbítani, akár kisebbíteni akarja valaki, az Jézus testét csonkolja, és ezt ne enged meg, hogy a birodalmad erős legyen. A második az egyházi rend becsben tartásáról, a harmadik a főpapoknak kijáró tiszteletről. Nagyon érdekes, hogy egyik pontban sem mondja azt, hogy a pápának tartozunk engedelmességgel, micsak véletlenül sem. A negyedik a főemberek és vitézek tiszteletéről. Azt mondja erre, hogy szeretettel bánja a főembereiddel és a vitézeiddel, hiszen ők őrzik az országodat. Hogyha gyűlölettel bánsz velük, akkor eltörlik a királyságodat. Ez ugyanúgy, mint a vérszerződés harmadik pontja, hogy mindenki egyenlő szinten szerepeljen. Az ötödik az igaz ítélet és türelem gyakorlásáról, a hatodik a vendégek befogadásáról és gyámolításáról. Hát ma már a migrációt is Szent István nyakába próbálják önteni. Tehát egyszerűen elképesztő, holott csak el kéne olvasni, hogy mi van. A hivatalos fordításban az van, hogy a vendég férfiakban akkora haszon vagyon, hogy a hatodik pontban szerepelnek. Mert Rómát azt tette naggyá, hogy az összes tudós és fegyveres ember oda áramlott, mert az volt a birodalom központja, és ott tudott érvényesülni. És odahozták minden új tudást és új fegyvereket. És igyekez, fiam, hogy ezek az emberek hozzád és nálad érezzék jól magukat, mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge. Minél több irányból hozzák a tudást, annál erősebb egy ország. És azt mondja, hogy Rómát sem a görögök irányították, és a görögöket sem a rómaiak irányították, tehát a saját irányításod alatt kell lennie mindennek. Hetedik a tanács súlyáról. Na ez egy elképesztő gondolat. Azt mondja, hogy a tanács állít királyokat, dönti el az ország sorsát, győzelmeket ő arat, stb. Tehát tanács dönti el az ország sorsát. Tehát ebben a vérszerződés első pontja megerősítéséről van szó, amelyik arról úgy mondta, hogy azon fejedelmi személyek, akik tulajdon szabad akaratukból választották álmos turukká, sem ők maguk, sem az utódaik soha nem esetnek ki a vezér tisztségeiből és az ország törvény tisztességeiből. Tehát ezt erősíti meg Szent István azzal, hogy a tanácsnak átadja a hatalmat, tanácsnak, tehát az egyik felét, és ezáltal örökre az összes utódja nevében lemond a teljhatalom gyakorlásáról. Tehát a királyi tanáccsal közösen kell törvényeket hoznia. És ebben a királyi tanácsban nem a német lovagok és a német papok voltak, mert azok nem üzték volna el Orszauló Pétert, és nem sokkal később Salamont is, ugyanígy kétszer. Mind a kettő kétszer elárulta Magyarországot. És a királyi tanács helyre tette az országot. Ők hívták vissza vazulfiakat újra a magyar trónra. Tehát, és azt mondja, hogy óvakodj, fiam, ostoba és pöffeszkedő emberekkel föltölteni a tanácsot, hanem ott a legbölcsebbek és a vének legyenek. Ha az mindenkit a helyén, az ifjakat a csatában, a véneket a tanácsban.
És hogyha egy ifjúnak egy tanácsot ad, előbb beszélt meg a vénekkel, és utána hoz törvényt. Olyan elképesztő, és most a mindenféle erényekről, amiket most, azokat most nem tudom végigmondani, olyan elképesztő erényeket ír le, hogy hogyan kell irányítani egy országot. A 8. a fia kövessék az elődöket. Hát kik voltak az elődjeink? Nimród és Attila. A 9. az imádság megtartásáról, 10. a kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényekről. És mindaz, amit fentebb említettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Tehát ő már pontosan lefekteti, hogy a Szent Korona áll a hatalom csúcsán, és annak a szolgálataiért lehet az országot előrébb vinni, fejleszteni. Sem a Szent Koronán, sem a törvényekben soha egyetlen ószövetségi pont nincs. A magyar szakrális királyok kizárólag az evangéliumokra tettek esküt. És akkor egy kicsit a zsidó kereszténységről. Ma ezzel teszik gyűlölet tárgyává Szent Istvánt, hogy bevezette a zsidó kereszténységet. Még egyszer mondom, csak evangéliumi törvények vannak, és a Szent Koronán is csak újszövetségi képek. Ha pontosan tudjuk azt, hogy mikor is egyesítették a Bibliát a jelenlegi formájában, a Biblia a könyveket jelent, az Ószövetség és az Újszövetség. Ezt egybe olvasztották egy könyvé. De ez mikor történt? Erről ma nem beszél szinte senki. Ez 1545-ben, nem Zsigmond idejében, 1545-ben a Budai vár eleste után. Tehát akkor, amikor már nem volt szakrális király Európában. Addig ez mind a kettő érvényben volt, csak nem volt szervesen összekapcsolva. Amikor már nem volt szakrális király, akkor kapcsolták össze. Tehát még egyszer mondom, ma zsidó kereszténységgel vádolni a szakrális királyság idejét, ez teljes mértékben hülyeség. A zsidó kereszténység azt jelenti, hogy az Ószövetség alapján gondolni az Új Szövetséget. Viszont ez a kettő a tűz és a víz. Az egyik a szemet szemért, fogat fogért alapelv alapján, a másik pedig az önzetlen szeretetről szól. Ezt a kettőt semmiképpen nem lehet egybeolvasztani, hiszen még egyszer mondom, a két véglet. Hát erről is egy külön önálló előadást kellene és lehetne tartani, most erre nem tudok belemenni teljes mértékben, de önmagában ezt kell tudnunk, hogy a szakrális királyság az kizárólag Jézus tanításai és gondolatai alapján, az önzetlen szeretet alapján működött. A magyarság keresztútja. Ezt nem én írtam le, nem én találtam ki, nagyon sok ember, Szántai, Pap Gábor, sokan mások is levezették, hogy magyarság Attila óta pontosan ugyanazt az utat járja végig, mint amit Jézus a szenvedés történetében. Tehát Attilától kezdve pontosan ugyanolyan stációkra lehet rávetíteni, mikor vált jobbá vagy rosszabbá a magyar történelem, és a mai napig ez pontosan végigvezethető. Nem akarom végigvezetni, csak az utolsó pár pontot mondom el. Tehát 10. Jézust megfosztják a ruháitól. Hát ez volt a Habsburg korszak, amikor mindent lenyúztak Magyarországról, amit csak lehet, és mégsem halt bele. 11. Jézust keresztre feszítik. Ez volt Trianon. Nem mi találtuk ki azt a szót, hogy népe Krisztus a Magyarország. És mindenütt jó érzésű emberek úgy ábrázolták, hogy keresztre föl van szögezve a Szent Korona területe. Tehát viszont azt is tudni kell erről, ha ugyanazokkal az eszközökkel próbálják Magyarországot tönkretenni, mint amit Jézust megölni, mint ahogy Jézust sem tudták megölni, a magyarságot sem tudják. 12. Jézus meghal a kereszten. Ez volt 1956, amikor gyermekek, fiatal gyerekek kiverték Budapestről a világ legnagyobb hatalmát, és gyerekek haltak meg az utcán. Mai napig a gyerekeink vannak a célkeresztben, legfontosabb, hogy az ő tudatuk elrablása, hogy ne ébredjenek föl, ne ébredjenek rá, hogy mi a magyarság küldetése, mert akkor az egész világ, illetve a globalizmus eltűnik a földszínéről. 13. Jézus leveszik a keresztről, édesanyja ölébe helyezik. Ez volt az, amikor a korona visszatért a saját területére. 14. Jézus sírba tétetik, alias Magyarország EU-ba tétetik. Tehát ma ezért van ekkora sötétség ebben az országban, mert a sírban vagyunk, a sötétségben. Nem hall minket senki, és mi se hallunk másokat. A következő stáció az üdvtörténet, a feltámadás. De amíg a magyarságnak nincs hite,
addig ez nem fog megtörténni. Ezért hangsúlyozom, hogy a hitünket vissza kellene újra nyerni, és az új szövetségben levő hitünket kellene újra visszanyerni, Jézus tanításai alapján, az önzetlen szeretet gyakorlása alapján, és akkor fog megtörténni a feltámadás is. Eddig a múltról beszéltem, most egy jövőt, rövidet a jövőről szeretnék beszélni, hogy is, mit is kellene tennünk ma ahhoz, hogy ez a föltámadás megtörténjen. A múlt században élt egy apáca, akit Natália nővérnek neveztek, aki a 30-as és 40-es években folyamatosan üzeneteket kapott Jézustól és Máriától is. És ezeket az üzeneteket ő továbbította az egyházi fölötteseinek, ám sajnos nem vették komolyan. Tehát például 1940-ben a szűzanya szavai. Szent István ezt az országot a mennyei atyától kapta, és mivel a fia meghalt, örökségül nekem adta. Én ezt az örökséget elfogadtam. Más országok is felajánlottak magukat nekem, de örökségem csak ez az ország. Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul. Maga a szűzanya erősíti meg ezeket a gondolatokat. Történelmében megjárta a keresztutat, de soha el nem pusztul. Jézus üzenete a háború előtt. Anyám országát szeretném megkímélni, ha akad elegendő számú engesztelő lélek. Terveim vannak ezzel az országgal. Tartsatok bűnbánatot, engeszteljetek, nehogy eltörölni kényszerüljek ezt az országot. Meg akarok ugyanis könyörülni rajta. Azt akarom, hogy az engesztelés jó illata szálljon fel a szívemhez a magyar földről, és járja át az egész világot. Anyám országát meg akarom tisztítani, áldani és a szívemhez vonni. Ha a magyar nép megszűnik vétkezni mindenek előtt a tiszta erkölcs ellen, nem káromkodik, tisztelettel ejti ki szeplőtlen anyám nevét, bűnbánatot tart és engesztel, eljövök és kegyelmeimmel gazdagon felruházom őt. Amint a megváltás a betlehemi istálóból elindult, úgy fog elindulni Magyarországról az én nagy művem. A bűnök eltörlése, a lélek megszentelése, a sátán letaszítása és az én győzelmem. Hát ettől egyértelmű üzenetet nem hiszem, hogy lehet kapni. Magyarország engeszteléséért kész vagyok az egész világon könyörülni. Jézus egy kisebb és nagyobb golyócskát helyezett a szűzanya kezébe ezekkel a szavakkal. Anyám, ezentől a te kezedbe helyezem Magyarország és a világ eljövendő sorsát. Te leszel, mint egy második megváltója a vérbe és bűnbe merült világnak. Amikor Jézus ezeket a szavakat kimondta, láttam, hogy szűzanya az országunk felett állt kitárt karokkal. És tulajdonképpen mi ez az engesztelés, amit Jézus folyamatosan kér? Nagyon egyszerű, nem kell négy kézláb elmennünk Medjugorjébe. Az engesztelés lényege, aki káromkodott, dicsérjen, aki lopott, adjon, aki gyűlölt, szeressen, aki a testének szolgálta, lelkét szolgálja, aki eddig valamilyen parancsot nem tartott be, azt tartsa be ezután, mert enélkül nincs bűnbánat. Gyermekem, mondd meg mindenkinek, ha az engesztelés szelleme virágzik a lelkekben, irgalmasságot gyakorlok Magyarországgal és az egész világgal. Jézus azt is kérte, hogy építsenek föl egy kápolnát a Szent Anna réten, ez Budán a Normafa mellett van, és azt mondta szűzanya, hogy én beköltözöm ebbe a kápolnába, és a világ megváltása innen fog elindulni. Ezt a kápolnát nem építették föl. Az utolsó pillanatban 1944. novemberében elkezdték az alapozást, de addigra odaért a szovjet körgyűrű, és természetesen nem tudták ezt tovább építeni. Majd jött a kommunista időszak, amikor természetesen kápolnát építeni szó sem lehetett. Majd érdekes módon rendszerváltáskor még élt Natália nővér és az építész is. És ez is egy érdekes történet. Natália nővér sugallatban megkapta, hogy hogy nézzen ki ez a kápolna. Ezt lerajzolta, és ezt a rajzot odaadták egy építésznek, aki padlót fogott a döbbenettől, hogy tökéletes statikai rajz volt. Tehát egy ilyet csak egy építész tud megrajzolni, egy egyszerű, tudatlan nővér soha. Tehát a rendszerváltáskor még élt Natália nővér, és megpróbálták újra elkezdeni ezt a folyamatot, hogy ezt a kápolnát föl lehessen építeni, ám akkor sem vette ezt senki komolyan. Jelen pillanatban már minden engedély megvan hozzá, mármint ami azt jelenti, hogy területi engedély, építési engedély, egyetlen egy engedély nincs meg, Erdő Péter bíboros aláírása. Erdő Péter nem engedi ezt a kápolnát fölépíteni, mai napig sem.
És hogy igazán hiteles legyen Natália nővérnek a kérése, Natália nővér jóslatokat is kapott. Tehát például pontosan megmondta, hogy Budapestre hova fog leesni az első bomba. A Városmagyari Jézus Szíve templomra. És pontosan oda esett az első bomba, de nem robbant föl, az ablakok törtek ki, de a templom egészben maradt. A templomban van egy hímzett zászló, ami azt mutatja, hogy maga Jézus fogja ezt a bombát, hogy ne robbanjon föl. És milyen érdekes, Jézus Szíve templomra esik az első bomba. Véletlenül. Valamint egy olyan üzenetet is kapott, hogy mondjátok meg a szentséges fiamnak, hogy el ne hagyja Vatikánt, mert ha elhagyja, az ellenség tönkreteszi. De ha a helyén marad, akkor én megóvom azt. Egy külön repülőgép vitte ezt a levelet a pápának, aki csomagoltatott és indulni akart a nyári rezidenciájára, mert másnap volt Róma bombázása. Ennek a levélnek a hatására ott maradt Vatikánban, és Vatikánra egyetlen bomba nem esett. A nyári rezidenciáját lebombázták. Na attól kezdve 12. Pius pápa mindent elfogadott, amit Natália nővér mondott. És szorgalmasta ő is az egyházépítést, valamint a szűzanyának egy újabb címet, hogy a világ győzelmes királynője. Ezt a pápa elfogadta, később Mincenti, aki a szovjetek után ő volt a hercegprímás, az esztergomi érsek, Mincenti az ördög ügyvédjével vizsgáltatta ki ezeket az összes üzenetet, amit Natália nővér kapott. Na, hogy ne ijedjünk meg, mit jelent az ördög ügyvédje? Ez azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon nagy tudású ember, aki az egyház ügyekben mindenben jártas, megpróbál ezekben az üzenetekben a legkisebb, legapróbb ellentmondásba belekötni, és hogyha bele tud kötni, akkor az érvénytelen. És az ördög ügyvédje nem talált kivetni valót Natália nővér üzeneteiben. Tehát Mincenti hitelesítette Natália nővérnek az üzeneteit, és leírta azt, hogy óhajtom ennek a kápolnának a fölépítését. Hát természetesen a szovjet érában nem lehetett. Ma már nincsen szovjet éra, ám ezt a kápolnát mai napig sem építik. Hogy miért? Nem tudom. Tehát tulajdonképpen, és még egy üzenetet szeretnék elmondani, és utána már nem szeretném, na most a zsebem viszont teli van, de megpróbálom elővenni, sikerült. Ez is egy üzenet volt, hogy anyám képét kell a pénzeiteken érvényesíteni. És 1937-ben megjelent a tízpengős, amelyiken a szűzanya képe van. Holcsarlón, ölében a kis Jézussal, és a fején a magyar szent koronával. És ugyanakkor a két pengős is, ugyanez a kép volt az egyik oldalán, a magyar címer, a középcímer, a szárnyas angyalos középcímer, a másik oldalon pedig Magyarország védasszonya. És amikor ez megjelent, akkor külön üzenet jött Jézustól, hogy igen, ezt kell tennetek, anyám képét kell a pénzeitekre tenni, ugyan nagyon sok ember fog ezért támadni benneteket, de nagyon sok embernek fogja a hitét visszaadni. És hogy egy igazán pozitív dologgal fejezzem be, nemrégiben jelent meg az új 500 forintos. Hát amikor megjelent, én, bocsánat ezért a szkepticizmusért, azt kerestem rajta, hogy na erre vajon milyen sátáni jelképet raktatok, mint a tízezresre. A tízezresen a Szent István fején nem a Szent Korona van, hanem IV. Béla halotti koronája. Elég rendes üzenet. Valamint a Szent István iniciáléban az S betűt, ha valaki jobban megfigyeli, akkor egy egész furcsa farka van annak az S betűnek, pikkelyek vannak rajta, és egy sárkányfej lóg ki belőle, ami bele van építve a vádba. Tehát, vajon az 500 forintosra mit helyeztetek? És itt a vár melletti van egy, mindegy bélyegző, körülbelül az, és elég elmosódott és halvány ez a bélyegző. Na mondom, ezt nézzük csak meg, mert itt valami biztos van. Na alaposan megnéztem, és be kell valami, a könnyeim kijöttek, ugyanis ezen a bélyegzőn az van, hogy Hungária Patrone. És a szűzanya a kis Jézussal van rajta ezen a bélyegzőn. Egyik oldalon az szerepe, hogy Hung, és 1707, másik oldalon Patrone. És 1707 a Rákóczi ideje, és utána néztem interneten, hogy ez Rákóczinak az egyik pénze volt. Tehát ma az 500 forintosunkon rajta van a szűzanya képe.
a Jóisten áldja meg azt, aki ezt át tudta vinni, és ezt így meg tudta valósítani. Rajta van a mai pénzünkön az üzenyőképe. Remélem, ez nagyon sok embernek fogja tudni a hitét visszaadni. És én tulajdonképpen ezzel is szeretném befejezni, hogy a hitünket nyerjük vissza, mert annélkül nem lesz magyar, és nem magyar az egész világnak a föltámadása. A Szent Koronatan egy befogadó alkotmány, akinek bárki a tagja lehet az egész világon, Dél-Amerikában is. Ha betartja azt a pár alappontot, ami a Szent Korona törvényei, akkor bárki tagja lehet a Szent Koronának, és pontosan ez az a fegyver, amivel az egész globalizmust el lehet fújni a föld színéről. Az ellenségeink ezt tudják. Mi nem tudjuk, hogy mi van a kezünkben. Ismerjük meg újra a magyar küldetést, a magyarok valódi múltját, és akkor fog beteljesedni azt, amit nagyon sok pápa is elmondott, hogy magyarok, ha tudnátok, hogy mi van rólatok a római levéltárba, az egész világ történelmét újra kellene írni. Én mindegyik avval fejezte, hogy még nincs itt az idő. Hát hozzuk ezt az időt előre. Ismerjük meg a múltunkat, ismerjük meg a küldetésünket, és hajtsuk végre azt, amit az egész világ vár. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és úgy gondolom, hogy utolsó, mint ahogy tárogató szóval kezdtem, szeretném tárogató szóval befejezni az előadást, és arra kérem, hogy énekeljük el közösen a Boldog Asszony Anyánk című ősi magyar himnuszunkat. Szépen köszönöm. Esetleg, ha valakinek kérdése lenne, akkor a Miklós nagyon szívesen válaszol. Ha tudok, nagyon szívesen válaszolok. Ha megengedni, nagyon fontos gondolatot, és tudom, hogy ez benned van, csak sok minden közepette talán kimaradt. A választásoknak a visszavi hívhatóság, ez egy olyan fontos dolog, hagy hangozzék el itt is. Hát erről röviden beszéltem róla, nem akartam, és politikai pártokról egyáltalán nem akarok beszélni, én a nemzet politikáról próbálok beszélni, és a kettő között óriási a különbség. A nemzet az azt jelenti, hogy egy olyan tudással rendelkező szervezet közösség, tehát még egyszer hangsúlyozom, szervezet közösség, közös tudással rendelkező szervezet közösség, aki akár képes a saját önérdekeiről lemondani azért, hogy a nemzet hosszú távú érdekei érvényesüljenek. Tehát ezért kellene újra népből, mert ma sajnos néppé gyúrtak már bennünket, Vasalbertnek ez volt az utolsó üzenete, hogy népből nemzetté alakuljunk, mert nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt ad az országba, hanem hogy ki mennyi szépet, jót és hasznosat tud tenni a magyar közösségért. Most ahhoz, hogy valaki így tudjon gondolkodni, az csak akkor tud, hogyha egyszerre átlátja a valós múltat, hangsúlyozom a valós múltat, nem a hazudott múltat, az alapján éli a jelen életét, és ezt adja tovább a következő nemzedéknek. Tehát egyszerre kell látni a múlt, jelen és a jövő idősíkját. Azt tud nemzetben gondolkodni, aki ezt a hármat egyszerre tudja látni.
Tehát ha tudnám, hogy hogyan kellene megcsinálni, te már régen csinálnám természetesen. Egy valami biztos. Olyanra próbáljunk meg voksot adni, tehát szavazatot adni, aki elkötelezetten a Szent Korona értékrendje mellett teszi le az esküt. Hozzá kell tennem, egyetlen jelenleg parlamentben levő politikai párt sem gondolkodik így. Tehát olyan pártot próbáljunk megkeresni, sajnos csak párt juthat a parlamentbe, tehát ettől kezdve kénytelen vagyok pártról beszélni. Tehát olyan pártot keresünk, és több ilyen párt is van az országban, és most nem akarom megnevezni őket, de nézzünk utána, több ilyen párt is létezik, aki a Szent Korona értékrendjét tartja a követendőnek, és lehetőleg ezeket az embereket keresünk. Hozzá kell tennem, ezek a pártok soha közmédiában nem fognak szerepelni, tehát egyetlen hangot nem kapnak. Próbálkoznak, és én is tagja vagyok az egyik ilyen pártnak, tehát próbálkozunk eljutni az emberekhez, és ezeket a gondolatokat eljutatni. Sajnos nagyon kevés az érdeklődés, mert az emberek annyira elhiszik azt, amit a tévébe, a televízióban vizionálnak nekik, hogy már sajnos nem látják át ezeket a dolgokat. Én azért érzem fontosnak, hogy ezeket a gondolatokat a lehető legszélesebb körbe eljutatni, és ezáltal mind a két televíziót felhatalmazom, hogy minden fórumon nyugodtan terjesztetik, amiket most elmondtam. Mert ha az emberek föl tudnak ébredni, le tudják győzni az egójukat, és ezáltal a lélek erejével tudnak, lélek erejével tudják az egójukat irányítani, akkor fog előtűnni az a út, ami nekünk kijelölve van, amin nekünk járnunk kellene. Én azt kívánom, hogy ezek a gondolatok alapján keressük a jövőt, és hogyha keresni fogjuk a jövőt, akkor meg is találjuk. Köszönöm. Van még valakinek kérdése? Hát akkor köszönöm szépen ezt a brilliáns előadást. Én nagyon szépen köszönöm. Egy gondolatot szeretnék még elmondani. Nagyon szívesen dedikálom a könyveimet is, hogyha valakit érdekel. Az első és a második lépcsőfokot is. Ja, és igen, egy nagyon fontos dolog. Még egy könyvet szeretnék bemutatni. Ezt egy könyvet egy barátom, Szondi Miklós írta, és az alapján, nem ő írta, ő csak leírta, az alapján, hogy egy Dombi Ferenc nevezetű katolikus pap folyamatosan kapcsolatban volt Jézussal. És kérdéseket tett fel, és Jézus válaszolt ezekre a kérdésekre. Ezeket a válaszokat 14 könyvben, az úgynevezett hangkönyvekben leírta. Miklós barátom ezt a 14 könyvet kicsit, bocsánat az ének kifejezésért, talán egyszerűsítette, rövidítette le. Amikor ezt a könyvet megkaptam és elkezdtem olvasni, akkor ismertem fel a saját egómat. Úgy visított az egóm mind a kismalac, hogy ne olvasd, nem kell neked, nincs rá időd, ne foglalkozz vele. Hozzá kell tennem, hogy egy ilyen könyvet én körülbelül 3 óra alatt elolvasok. Ezt 1 hónapig tartott, mire elolvastam ezt a könyvet. És olyan elképesztő válaszok vannak benne, olyan egyértelmű, tiszta, magától értetődő válaszok vannak benne, ami nyugodtan azt mondom, hogy átalakítja egy embernek a gondolkodását. Én mióta elolvastam a könyvet, azóta mindig hordom magammal, a Miklóstól hozom a következőt, és mindig árusítom. Ha valaki szeretné a hitét újra visszanyerni, na ezen a könyvön keresztül nagyon nem könnyen, mert újra kell átértékelni az életét, de ezen a könyvön keresztül megtalálja azokat a válaszokat, amiket keres. 2000 forintba kerül ez a könyv, 2000 forintba kerülnek az én könyveim is, és hogyha valakit a tárogatózene megérintett, és szeretné otthon is tárogatózenét hallgatni, 3 CD-m készült eddig, az első kuruszdalok, hazafias nemzeti jellegű dalok vannak, a másodikon erdélyi dalok, székelynóták, a harmadikon katonadalok, verbunkosok, fogolynóták. És még egy gondolat, most már tényleg befejezem. Ugyanavval fejeztem be a könyvemet, mint az előzőt, hogyha elolvastad, akkor olvasd el még 3-szor, mert az összefüggések akkor fognak igazán kigömbölyödni, és ha fölléptél az első vagy a második lépcsőfokra is, ez a könyveknek a címe, akkor ezt föl ne tedd a könyvespolcra, hanem az utolsó oldalra írd bele a nevedet és a telefonszámodat, és add ezt a könyvet olyan a barátod kezébe, akit úgy gondolod, hogy érdekel. És hogyha már kaptad a könyvet valakitől, akkor ugyanezt tedd, olvasd el 3-szor, és add tovább. És ha betelt az oldal, akkor hívd fel az elsőt, és add neki vissza, hiszen ővé a könyv. És aztán hívjátok fel egymást telefonon, és egy hétvégén egy kancsó bor mellett üljetek le beszélgetni. Ugyanis ha az értékrend azonos,
annak a 10 embernek, aki 10 családot képvisel, abban a pillanatban már nem nép, hanem nemzet vagyunk. Én úgy gondolom, valahogy így kéne újra nemzetet visszahozni, hogy azonos tudás mellett, azonos gondolatok mellett kezdjünk el nyitottan egymással összefogni és egymással beszélgetni. Én azt szeretném, hogy ezek a könyvek sok embernek a kezén átmennének, és sok embernek a gondolatait kicsit talán segítsenek azokban a válaszokban, amik minden emberbe fölmerülnek. És akkor most már tényleg befejeztem, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, köszönöm a hallgatóknak, hogy végighallgatták ezt a nem rövid előadást, és azt kívánom, amit Böjte Csaba ferences szerzetestől kaptam egyszer egy fali naptárt, és ez a gondolat volt rajta, hogy sötétség és rossz nem létezik, csak a fény vagy a szeretet hiánya. És sötétséggel szemben harcolni nem lehet, de ha fény gyújtunk, a sötétség eltűnik. A fény itt van a kezünkben. Gyújtsuk meg, és gyújtsuk meg mindenki másnak is. Köszönöm.